Jó napot kívánok! A következő néhány hétben a Kispest TV ezében forgatott műsoraiból készített válogatást kínáljuk Önöknek. Napról napra figyelemmel kísérjük Kispest hétköznapi életének alakulását, a változásokat. Rendszeresen beszámoltunk a kispesti önkormányzat üléseiről, döntéseiről, értékelték az aktuális eseményeket a kerület országgyűlési képviselői, de ami talán a legfontosabb, hogy ott voltunk, ott vagyunk az intézmények, bölcsődék, óvodák, iskolák ünnepi eseményein, a kerület közéleti és kulturális programjain. Ott vagyunk sokszor emberi sorsok alakulásánál, fordulópontjainál. Ezek közül a filmek közül válogattunk most Önöknek. Idén 5. alkalommal rendezték meg a Vekerle Festet, a Vekerlei Kultúrház és Könyvtár interaktív művészeti találkozóját. A másfélnapos fesztivál kiemelt célja, hogy közelebb hozza a művészetkedvelő közönséget Vekerle, Telep és Kispest kulturális értékeihez, az itt élő alkotókhoz és az alkotás folyamatához. A három részből álló őszművészeti fesztivál a Klasszik Festtel zárult. A Klasszik Fest elsősorban komoly zenéről és irodalomról szól. A Vekerlei Szalomban a kispesti zenészek, írók, költők mutathatták be költeményeiket, írásaikat vagy adhatták elő műveiket, zenedarabjaikat. Mások mellett fellépett a Dikász Gabriella zenetanár által vezetett cselló kvartett is. Az együttes különlegessége, hogy tagjai a tanárnő tanítványai is egyben. A kvartett spontán alakult meg egy nyári zenei táborban, játszanak klasszikus műveket és popzenei darabok átdolgozásait is. Milyen műveket adtatok elő? Mozart Ave Verum Corpus és a Beatles Mise című száma. És miért pont ezeket választottátok? Nos, a Beatles az valószínűleg Gabi néni szívének választása volt, illetve a Mozart is. Mind a két darabot Gabi néni találta, és... úgy gondoltuk, hogy ezek megfelelőek lennének, mert nem egyrészt van bennük egy klasszikus darab, illetve egy pop kulturális mű is. Hol szoktatok még játszani? Több kerületben meghívást kaptunk, és szívesen elmegyünk egyéb helyekre is, de igazából itt iskolai rendezvényeken, hát nem is tudom, fesztiválokon, igen. És honnan nyeritek az inspirációt? Hát tulajdonképpen keresünk, mivel a cellónak pont olyan a hangterjedelme, hogy énekhangra írt darabokat nagyon szépen lehet rajta játszani, ezért kórusműveket szoktunk átdolgozni, illetve hát szoktunk keresni átdolgozást, illetve hát az Apokaliptika, még egy nagyon nagy inspiráció, amit elég sokan ismernek. Hát tulajdonképpen vegyes, hogy mi honnan ered. És mi a célotok ezzel? Célunk mi ezzel? Tulajdonképpen ugye spontán alakultunk, tehát akkor még nem nagyon volt cél, akkor a táborban úgy összeálltunk, és végül úgy gondoltuk, hogy ez nagyon jól hangzik, és nagyon érdekes műveket lehet ezzel előadni, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez egy jó dolog. Szeretném hozzá mondani, hogy nincsen el csodálatosabb dolog, amikor 2-3-4 stb. Több ember kell összeállni, és közösen muzsikál. Ennél nagyobb kincset el se tudok képzelni a tanításomban. A Félúton Nőkről nem csak nőknek című, sokakat megérintő színpadi mű Gallai Mária verseit mutatta be zenével és tánccal. A szerző, aki maga is részese volt az előadásnak, barátaival és alkotótársaival, Rácz Cecíliával, Tóth Irénnel és talán Miklóssal lépett fel. Mária sok más tevékenysége mellett költő is. A vers egész életét végig kísérte, már gyermekkorában, kamaszkorában is írt költeményeket. Ha valamit megél, ebben a művészeti formában tudja a legjobban kifejezni magát. Miért pont a Félúton címet kapta az előadás? Azért, mert mi nagyon jó barátnők is vagyunk, akik ezt az előadást megterveztük és létrehoztuk, és hát bizony most már az életünk felé járunk. És ezért úgy gondoltuk, hogy van már annyi tapasztalat, megélt helyzet, élmény bennünk, hogy tovább tudjuk adni ezt másoknak is. Miért fontos ez a női téma? Azért, mert én, mint nő, ugye nem tudok más verseket írni, csak női aggyal, női érzésekkel. És mivel elég személyes hangúak a verseim, ezért nyilván a nő szólal meg bennük, de hát az élet ugye arról szól, hogy vannak nők, vannak férfiak, ezek mellett ugye korosztályok, gyermekek, idősek, a gyermekek születnek, az idősek sajnos ugye elmúlnak, eltávoznak. Ez indítatott minket arra, hogy a női lélekből, a női lélekről
de természetesen a másik nemnek is, és minden korosztálynak szóljunk. Mi az üzenete ennek az előadásnak? Az üzenete az, hogy ugye a félútig, félúton megélt, félútig megélt események, érzések, tapasztalatok, azok a jelenben tovább élnek, a jelent alakítják, és ugye a jövőt is. És hogy ezek az érzések és különböző impulzusok, amik érik az embert, azok egész életünk végéig végig kísérnek minket. Tehát amit most itt a nézők hallottak és elvisznek magukból, az nem egy befejezett folyamat, az mindig él, mindig tovább fejlődik, és a jelenben megélt érzések és emberi kapcsolatok adják meg a tartalmát. A fesztiválon Bika Farmi Máté László író, humoros és szerelmes női témájú előadását is meghallgathatta a szép számú közönség. A műszaki végzettségű író első írásai még nem a nőkről szóltak, hanem Murphy törvényeit írta át saját szájíze szerint. Később tudományos, fantasztikus témájú írásai is jelentek meg. Mára azonban már a nő a központi témája. Az előadásán a nőket választotta témának. Miért ezt választotta? Hát, mert valójában a földkerekség legcsodálatosabb lénye szerintem a nő. A nő izgalomba tartja a férfit, a nő gondoskodik róla, a nő szereti, a nő gyakorlatilag az életet adja a férfinek. Ezért is választottam mindenképpen, még akkor is, hogyha időnként a férfiakról is volt egy-egy bejátszás meg kép, de mindig a nő volt a meghatározó, akár a zenével, akár a képekkel, ahogy látták. És hogyan állította össze ezt az előadást? Hát én valójában ez egy improvizatív összeállítás volt, ha mondhatom. Én szeretek improvizálni, eredeti szakmám műszaki, abban is sokszor kellett improvizálni is, tárgyalásokon és így tovább. De ebben segített egy barátom, aki az egyik rádiónál zenei szerkesztő és műsorvezető, tehát a zenét, azt vele együtt állítottuk össze. A képeket úgy kiválasztottam, és akkor ő segített abban, hogy összeálljon. De gyakorlatilag, ahogy végignéztem az életemből ezt, azt, amazt, úgy akkor a feleségem segítségével, aki Simonyi Mária történelem tanár és magyar tanár is, tehát ő nagyon sok mindenben segített, hogy ez az összeállítás olyan legyen, hogy esetleg tessék mindenkinek. A nap és a fesztivál lezárásaként igazi kuriózummal készültek a szervezők. Csurkolya József cimbalomművész és Eihinger Tibor gitárművész koncertje a hagyományos népzenét, a jazzt és a kortárs zenét ötvözte. Eihinger Tibor főként jazz formációkban játszott eddig, azonban a talán máig legismertebb együttese az Amorföldögök. Csurkolya József is rengeteg zenei stílusban megmutatta már tehetségét. Játszott népzenét vagy balkáni zenét a máig népszerű Besodrom együttessel. Hogyan egészíti ki egymást ez a két hangszer, mitől különleges ez? Érdekes a dolog, mert azt mondani, nem is, hogy kiegészíti egymást, hanem majdnem azt is mondhatnák, hogy kioltják egymást, hiszen majdnem ugyanolyan hangmagasság, meg lágé, meg a kicsit a hangszínek is tudnak olyanok lenni, amik mondjuk egy zenekarban, hogyha a gitár is játszik, meg a cimbalom is, akkor van úgy, hogy nehezebb kiemelni egyiket a másik mögül. Ettől függetlenül mi ezt ezzel nem foglalkoztunk, hanem azt gondoltuk, hogy elkezdünk játszani, és akkor kitalálunk valami olyat, ami hát nem annyira gyakori. És mindenki mondta, hogy hát miért nem egészülünk ki még különböző hangszerekkel, mondjuk bőgővel, vagy valami ilyesmi. Ez úgy volt, hogy aztán volt erre is egy próbálkozás, abban nem sikerült pont úgy, ahogy, tehát nem is dolgoztunk rá ezen úgy különösképpen. Mi ezt úgy gondoltuk, hogy ez egy ilyen kamara összeülés, és akkor majd Tibinek vannak saját szerzeményei, most már nekem is van egy-kettő, bár én nem vagyok az a típus, aki erre, vagy hogy is mondjam, nem nagyon próbálgattam még a szárnyaimat ilyen szempontból, és hát olyan dolgokat próbálunk, amik így valamennyire kiegészítik a zeneileg egymást, tehát hogy ha nincs mély vagy basszus, akkor is meg tudjuk szólaltatni. Aztán nekünk ez így tetszett, és akkor különböző ilyen kluboktól elkezdem mindenféle helyeken, ahova hívnak, ahol oda megyünk szívesen és játszunk. Két húros hangszerről beszélünk, nekem csak 6 húrom van, neked 133, ugye? Vagy valami ilyesmi, de mégis más hangzás. Én elektromos gitáron játszom, tehát direkt különképpen azzal a szandala, hogy én ahogy szoktam más
zenei környezetben, és a Józsi hangszere maga autentikus hangzásában szólal meg, és szerintem nagyon jól, nem is azt mondanám, hogy kiegészítik egymást, mint ő se ezt mondta, hanem erősítik egymást. És mind a két hangszer több funkciós, mint ebben a filmben is elhangzott. Perkuszív hangszer az övé is, hiszen ütő hangszer, dallam hangszer és harmóniákat is lehet rajta játszani, és a gitár perkuszív hangszer, harmónia hangszer és szóló hangszer, és ő is szóló hangszer. Tehát ezt a három funkciót nagyon jól lehet egymás segítésére, erősítésére használni. És szerintem ez egy érdekes hangzású duó. Én direkt szeretem, hogy ez egy kamara dolog, és nincs benne bőgő, meg dob. A duó repertoárja nagyon széles. Játszanak saját szerzeményeket is, de vannak jazz standardek olyan komoly jazz zenei előadóktól, mint Pat Metheny, Miles Davis vagy Chick Corea. Más így játszani egy ilyen duóban, mint mondjuk egy népzenei vagy ilyen balkáni zenei formációban? Mindenki. Miben más? Hát legelsősorban az már maga attól, hogy duó, tehát hogy itt nem igazán van olyan, hogy mondjuk befejezem a szólómat, és akkor utána leteszem a verőt, és egy kicsit kifújom magam, mert abban a pillanatban nekem muszáj dolgoznom idézőjelben, mert hogy kísérletet kell hoznom, tehát hogyha én azt nem hozom, akkor Tibi egyedül marad, és az meg így nem. Tehát ugye, ilyen szempontból több minden szakad idézőjelben az ember vállára, és ez mondjuk nem feltétlenül műfaj függő. Tehát ugye egyszerűen csak a létszám miatt azért más, mert egyszerűen mindent nekünk kell csinálni. Tehát én vagyok az ütős része és a basszus része is abban a pillanatban, és mivel én egyszerre csak két hangot tudok megszólaltatni, azért ki kellett igencsak találjuk, hogy hogyan tudjuk ebből a idézőjelbe szegényes... cimbalmozni azt szerintem, mint más zenei környezetben. Persze, mindenképpen. És de ez külön izgalmassá teszi ezt a duót szerintem, meg egyfajta kihívás is, mert én már megszoktam azt, hogy duóban játszom, ugye gitárosok szoktak énekes kísérni, vagy játszottam én szakszofonossal, duóban hegedűssel, meg nagyon sokszor énekesnőkkel, tehát ez már megmond, de tényleg a cimbalom többnyire kamara zenekarokban, vagy a klasszikusban is egy zongora kísérővel van, ugye a cigány zenekarokban van ott mindig bőgős, vagy van brácsás, a többi klarinét, és akkor ott van, aki az alját és az alsó ritmusokat, a támaszt játsza neki, de itt ebben nincs. De ettől izgalmas a dolog, tehát így. Műfajilag meg hát nem igazán tudom, hogy van erre ilyen kész recept vagy meghatározás. Azt gondolom, hogy adva van a hangszernek a kevésbé kiaknázott lehetőségek vannak benne, ugye, mert hogy még nem annyira szokványos jazzben, bár most már azért sokkal inkább, mint mondjuk ezelőtt 10-15 éve, tehát hogy azért egyre populárisabb, és azt gondolom, hogy valamennyire egy a reneszánszát éli ez a hangszer. Az 5 éves Vekellefest a kispesti programok közül is kiemelkedő. Mindig különösen figyelnek arra, hogy nagyon sok színes és értékes produkciót láthassanak az érdeklődők. Idén sem volt ez máshogy. Mindig próbálunk új dolgokat is behozni, mind a gyerekfest részben, mind a modern festben, mind a klasszik festben, most már évek óta három részre tagolódik a Vekerlefest, és most egyrészt például érdekessége volt az első két órás blokknak a csembaló megjelenése, amit nem akarunk mindig, mert azért az elég technikás, hogy ide szállítsuk és elszállítsuk a csembalót, de most ennek volt egy ilyen kiemelt jelentősége, hogy a csembalót, mint hangszert itt megmutattuk, bemutattuk, beszéltünk róla, és Csurkulya József nem szerepelt még eddig itt a Vekerlefeszten, ő egy Vekerlén élő cimbalomművész, és ez egy jó apropó volt, hogy akkor most a cimbalom legyen a másik központi téma, illetve kicsit ez a délután a nőkről is szól, mert a versek egy része is a nők köré fonódik, és az előadás is. Szóval ez tulajdonképpen mindig a szervezés alatt derül ki. Részben vannak előre eltervezett koncepciók, részben pedig a felkért művészek, nyilván ők is alakítják mindig azt, hogy hogyan áll össze egy műsor. A Gyerekfest programjairól a következő heti magazinunkban láthatnak összeállítást. A Kálmon Művelődési Ház vendége volt Bagdi Emőke író, egyetemi tanár, pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus. Életerő, lelkierő, megküzdés, boldogság című teltházas előadásán a jó párkapcsolat fontosságáról, a család és a barátok megtartó erejéről, a mindezt átható szeretetről, a távlati célok és a testi-lelki egészség fontosságáról beszélt. Induljunk el ott az egészség kérdésénél. Egészség. Egész valónk, teljes lényünk,
totális egészségét jelenteni, nem csak azt a biológiai. Ezért mondja azt ma a pszichológia, hogy az emberi egészségben úgy kell gondolnunk, hogy bio, pszicho, szociális és spirituális lények vagyunk. Egyébként, amit most elmondtam, az egészségügyi világszervezetnek. Ez a definíció, hogy bio, pszicho, szociális és spirituális lények vagyunk. Ezek a rendszer szintek mind ott vannak, abban a nagy egészben, aki az ember, és ez a teljes egész, ez is egy rendszert alkot, akik mi vagyunk, emberi lények, és így vagyunk a környezetünkben, így vagyunk az univerzum még tágabb rendszerében, és már ne is menjünk messzebb, mert lassacskán már az emberi ész föl sem tudja fogni a táguló világegyetemek mozgását, és mindazt az univerzumot, amit már csak a tudós tud hipotézis alkotással befogni, konkrétan így bizonyítani megfoghatóan nem tudja. Na most, hogyha mi ebben gondolkodunk, hogy milyen egész leges lények vagyunk, az egészség azt jelenti, hogy minden szinten rendben vagyunk. Egészségre, boldogságra teremtett emberi lények vagyunk, és bizony, amikor néha súlyos helyzet előáll az életünkben, egy-egy krízis elkerülhetetlen, veszteségek, csapások be vannak írva a sors forgatókönyvébe, akkor az a tapasztalatom, hogy nagyon kevés az a belső lehetőség, hogy valóban úgy küzdjünk meg egy nehézséggel, hogy jobb emberek legyünk általa. Ezt ma a pszichológia poszttraumás személyiségfejlődésnek nevezi, és bizonyította azt, hogy nagyon sok minden múlik azon, hogy mi hogy fogjuk föl az életünk nehézségeit. Egyáltalán van-e küzdőerőnk, és ha van, akkor az micsoda? Mert a küzdőerő, az erő, az persze kell, hogy legyen iránya, célja, és így tovább. Most akármilyen volna is, ami belső töltöttségünk, megküzdünk, és legyűrjük a nehézségeket, ha nem tudjuk, hogy csináljuk. Sajnos az eszköztelenség szomorú. Az egészségpszichológia egy körülbelül 20 éves módra visszatekintő ága a pszichológiának. Nagyon sokat köszönhetünk ennek a tudományágnak, mert egészen máshogy közelíti meg a betegség-egészség kérdését. Az orvostudomány leginkább a betegségekkel és azok megszüntetésével foglalkozik. A legjobb azonban az volna, ha a megelőzésre, a prevencióra még nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni. Azt, hogy mely külső hatások betegíthetnek meg, a legtöbb ember tudja, azonban sokszor mégsem tesz ezek ellen. Sajnos Magyarországon nagyon sok a pszichoszomatikus betegség, a szívbetegség, a keringési zavar, a daganatos betegség, a depresszió, az addikció, így például az alkoholizmus, a drogfüggés és a gyógyszerfüggés, emeli ki a szakember. Szóval ettől, hogy mi ennyire romos állapotban volnánk, talán lelkileg is érdemes tiltakozni és azt mondani, nem így van. És gondoljátok el, hogy annyira érdekes, mikor én itt emberekkel közvetlenül beszélgetek, és hogy beszélünk mindenféléről, az életviteléről, a hétköznapi gondokról, a munkával kapcsolatos sok-sok aggodalomról, mégis mindig újra találkozom egy olyan erővel és olyan optimizmussal, vagy legalábbis derűvel, amire mindig úgy magamban ráteszem a kérdésemet, tényleg olyan rossz helyzetben volnánk? És azt kell mondjam, tiltakozom, úgy látom, úgy érzem, ezt tapasztalom, nem vagyunk lelkileg annyira rossz helyzetben. Az egészségpszichológia azt is vizsgálja, hogy ha nagyon nehéz lelki helyzetbe kerülünk életünk során, hogyan tudunk kilábalni ebből. Van, aki könnyen megbirkózik egy-egy kudarccal, és van, aki csak nehezen tud megküzdeni a nehézségekkel. Mi lehet a titok? Mi az, ami erőt ad ahhoz, hogy kimásszunk a gödörből? Több kutatásból kiderült, hogy ahhoz, hogy nagyobb legyen a lélekerőnk, életerőnk, mindenképp szükség van egyfajta elszántságra, az úgynevezett életbátorságra. Három dolog kell ahhoz, hogy valaki ilyen nagyon állóképes legyen, minden nehézséget leküzdjön. Hinni kell abban, hogy ő azt eléri azt a célt, hogy túlél, hogy kiszabadul, hogy meggyógyul, hogy sikerül valami neki, de ilyen megszállott erővel. Azt mondja az identitáskutatás, belief, ez a legmagasabb hiedelem, meggyőződés, vélekedés a világról és a dolgokról, ez az, ami az ember sorsát megpecsételi, ez az, ami mindent elhatároz. Mi úgy van, egyszerű fordításban úgy szoktuk mondani, minden a fejben dől el. És ugye te mértek bizonyíték van erre, hát az előadásra is nagyon sok mindent fogok erről majd mondani, hogy mennyire döbbenetes, hogy minden a fejben dől el. Tehát első tétel volt az, hogy a hit. A második tétel, hogy tulajdonképpen minden nap újra az optimizmus és reménység erejével kell előre tekinteni, és azt mondja, nem csak ma hiszek abban, hogy ez és ez megvalósítható, megvalósul, elérem, megcsinálom, győzök,
hanem minden nap újra. És ez a nem is, hogy reménység, egy Terész Benedik nevű pszichológus azt mondta, reménykedés, hogy minden nap újra hiszek abban, hogy a dolgok így fognak alakulni. És ezért annyira arra állítom be magam. És hát most egy nagyon nehéz dolgot fogok mondani, de ezért felelősséget vállalok. Mi nem a valósághoz igazodunk, hanem ami a fejünkben van a valóságról. Úgyhogy ezért, amit hiszünk róla, mi ahhoz igazodunk. Na most én összeszedem ezt a három szót, amiről szó volt, a hit, a remény és a szeretet. Annyira érdekes. Valahogy messziről visszaköszön ez már a fejünkben, tudunk mi erről nagyon sokat, hogy ez a három valóban olyan dolog, ami nagyon hatalmas megtartó erő. De egy éppenséggel a tudomány, egészségpszichológia ezt igazolja. És egyébként meg hát ez a boldogság, amiről nagyon sokat érdemes beszélni, nagyon sokat. Ez olyas valami, hogy mi azt hiszem elfogadjuk, hogy a legszubjektívebb dolog a világon. Mert ugye most akkor mondd meg, hogy te hogy is vagy ezzel a boldogsággal. Mindenkinek mást jelent. Lényegében van egy fantasztikusan személyes jelentéskör, és mégis, ahogy a Mérő László mondta, egy könyvének címe mindenki másképp egyforma, szóval azért tényleg úgy van, hogy mi bizonyos szempontokból annyira individuumok vagyunk, hogy különböző boldogság fantáziáink, reménységeink vannak, de egy dologban mégiscsak közösek vagyunk, hogy vannak, és ezt tárta fel a boldogságpszichológia, hogy mi kell nekünk emberi lényeknek, hogy mi jól érezzük magunkat a bőrünkben. Napjainkban is folynak boldogságkutatások. Ezeknél a felméréseknél arra kíváncsiak, hogy mit teszi az embereket boldoggá. A több helyen és időben elvégzett kutatások eddig hasonló eredményeket hoztak. Ezek szerint minden embernek szüksége lenne biztonságra, mind anyagi, mind lelki téren. Ez azt is jelenti, hogy tartozik valahova. Van családja, barátai és jól működő párkapcsolata. Azaz egy megfelelő szociális háló veszi körül, ami megtart. Ez egészségesebbé és boldogabbá tesz. A sikeres nőknél is fontos szerepe van a jó kapcsolatoknak, főleg a jó párkapcsolatnak. Párkapcsolatban is azt nézték, hogy lehet, hogy egy nő is sikeres legyen. Ugye ez ma különben is egy olyan fontos téma ebben az emancipációs villongásban, hogy mi a nőnek a sorsa, meg hogy mi hogy vagyunk az életünkkel. Hát az derült ki, hogy nem csak minden sikeres férfi mögött áll egy nő, aki segíti, hanem fordítva is így igaz, még pedig azt igazolták, hogy a párok, akiknél így a nő is ilyen sikeres lett, úgy alakult a sorsuk, hogy nagyon erős volt a mi tudat bennük. Tehát például úgy meséltek az életükről, mi amikor összekerültünk, mi úgy döntöttünk, hogy mi, és akkor mindig a mi. Tehát, hogy az én és a te egy mi erővé tudott összekovácsolódni, és így egymás sorsát úgy segítették, mintha sajátjukat segítették volna. És egy nő igenis tud sikeres lenni, hogyha ez a megegyezés a párjával létrejön, hogy most téged támogatlak, aztán te támogatsz engem, és akkor összefogunk, és így közösen is húzzuk, toljuk az élet szekerét. Nagyon kell az, hogy meg tudjuk újítani magát a párkapcsolatot, hogy tudjuk azt a boldogságot fölépíteni, amit, mint mondtam, első tétel biztonság, második tétel szeretett kapcsolatok, harmadik tisztelet egymás iránt, a negyedik olyan, amiben nagyon fontos. Persze alapvetőt nem mondtam, de az természetes, hogy fiziológia, hogy élni tudjunk, legyen betevő falatunk, szóval mondjuk ez tényleg alapvető, és a csúcson az áll, amit egy Abraham Maslow nevű amerikai pszichológus a saját motivációs rendszerében elénk tárt, hogy tudjuk magunkat ez az önmegvalósítás. Azaz, hogy az ember a benne lévő talentumokat valahogyan tudja kifejezésre juttatni, megmutatni a világnak, ki ő, mire képes, hogy legyen az életnek értelme. Minden kapcsolatban nagyon fontos szerepe van a beszélgetésnek, főként annak, hogy a problémáinkról is tudjunk beszélni másoknak. Ezzel kiengedjük a rossz energiákat, a gőzt. Ezáltal a testünk és lelkünk is gyógyul. Nem az számít ilyenkor, hogy a másik ember megoldja a problémáinkat, elég, ha csupán meghallgatja. Az egészségpszichológiának van egy kifejezése, egészségtudatosság. Azt mondja, tudjuk azt, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy talpon maradjunk, tudatosság, ha egyszer tudjuk, és akár olvasod, akár hallod, akár közvetlen tapasztalatból megszerzed. Az a lényeg, ha egyszer tudod, hogy mit lehetne tenni és nem teszed, akkor ott van a te személyes felelősséged. Akkor már csak azt kérdezem, hogy ott tudod, miért nem csinálod. Viszont mivel egyedül nem megy, mert ilyen az ember, ezért egymást például nagyon jól tudjuk ez irányba mozdítani, tájékoztatni, bevonni, befolyásolni. Egymásnak igazán nagyon komoly segítőtársai lehetünk.
Bagdi Emőke az előadás végén azt kérte közönségétől, hogy legalább néhány dolgot vigyenek haza az itt hallottakból. Beszélgessenek többet, legyenek kitűzött céljaik, amelyek éltetik őket, hiszen néhány apróságnak tűnő dolog is jelentősen növeli a boldogság érzetet. Tűrődünk úgy, már nem vagyunk olyan gondoskodók és egymással. Imáron 12. alkalommal rendezték meg a kispesti Kóskároly téren és környékén a Vekerlei Székelykapu napokat. A kispesti önkormányzat, a Vekerlei Társaskör Egyesület, a Vekerlei Kultúrház és Könyvtár, valamint az átalakuló Vekerle Egyesület közös szervezésében megvalósuló eseményen két napon át mindenki találhatott izgalmas gyerek, közösségi és civil programokat. Kicsik és nagyok egyaránt helyet kaptak a központi színpad programjában, egy azonban közös volt bennük. Rendkívül színvonalas fellépésekkel szórakoztatták a 12. Vekerlei Székelykapu napokra összegyűlt közönséget. Reggeltől egészen kora délutánig tekinthették meg az érdeklődők a kerületi óvodák, iskolák, valamint a helyi művészeti és sportszervezetek zenés, táncos és sport bemutatóit. A VKK évről évre a VTE-vel együttműködve egy olyan produkciót talált ki délelőtre, amikor a kerületi óvodák, iskolák, amatőr csoportok, illetve az olyan profi csoportok, akiknek vannak gyermekcsoportjaik, ők mutatkoznak be. Egyrészt szerettünk volna helyet adni annak, hogy megmutathassák magukat mindenki számára, tehát nem belépőjegyes áron, hanem egy olyan rendezvényen, ahol bárki megtekintheti őket. Másrészt szerintem a szülők számára is egy kiváló alkalom arra, hogy egyrészt együtt ünnepeljenek a gyerekeikkel, utána pedig itt részt vegyenek együtt a programokon. A program idén is nagyon színes volt. Kerületszerte jelentkeztek a fellépők különböző produkcióikkal. 27 csoport jött el, úgyhogy sikeresnek mondhatjuk az ez évi felhozatalt is, 544 résztvevővel, ami szerintem önmagáért beszél, hogy ilyen sokan jöttek el. Nagyon felkészült csoportokat láthattunk, mi magunk is itt a színpad széléről végig tapsoltuk és végig élveztük az összes műsort. Természetesen a kisóvodások játékosabb produkciókat, de ahogy a korosztályi összetétel egyre idősebb felé hajlott, úgy egyre professzionálisabb produkciókat hoztak el hozzánk. Megmerem kockáztatni, hogy volt nem egy közte, amelyik már egy önálló színházi fellépésbe is beillett volna. A színpad a délután folyamán sem ürült ki, a programok egész napon át tartottak. Mint már hagyományosnak mondható, ez a 12. Vekerlei Székelykapu nap, hogy 12 éve a délutánt mindig az ADOL mozgásművészeti stúdió nyitja meg. Ennek az az oka, hogy ők nagyon-nagyon sokan vannak, és nagyon-nagyon profik, és nagyon helyesek, úgyhogy ők fogják nyitni a délutánt. Utána az Aranyszamár Színháznak lesz egy óriás bábos bábszínháza, ugye lassan itt a gyereknap, úgyhogy nagyon szeretünk volna a gyerekeknek kedvezni, és ők egy nagy díszletes programot fognak adni, Vas Albert Strauss-tön de Erdőkönyve című produkcióját. Aztán egy igazi lendületes program jön, mert a Tabán szerb folklór együttes néptánc műsorát láthatják, illetve nem csak láthatják, hanem részt is vehetnek benne a közönség, mert hogy egy kis táncházzal is kedveskednek nekünk. Aztán utána pedig, azt tudom mondani, hogy ez mindig annyira népszerű, így hihetetlen, hogy bármilyen produkciót hozunk ide, mindig a Vekerlei Mozgásműhely Harstán csoportja viszi a primet, akkor vannak a legtöbben, úgyhogy Hargitai Ennet és csapata itt lesz velünk ismét. És az este pedig a Mag Jazz Trio zárja a színpadon, de ezzel nem lesz vége a programnak, mert utána a Dombon lesz egy meglepetés, egy sárkány-sárkány-domb program lesz, illetve amikor ennek is vége van, akkor 9 órától pedig immár szintén 12. alkalommal a Bishop együttes kocsmazenét játszik. Hol? Hát a kocsmánál. A rendezvényen azonban nem csak a színpad kínált kikapcsolódási lehetőséget, számos egyéb lehetőség közül választhattak az érdeklődők. Volt itt a közösségi sátrakban különféle ételek és italok kóstolója, sőt az egyik pavilonnál még süteménysütő versenyt is rendeztek.
Ezt mindig a vekerlejeknek szervezzük, évente kétszer, és most az édes sütikkel lehetett nevezni. Az idén a levegő volt a témája. Nem mindenkinek kellett persze ehhez igazodni, de a levegő különdíjat is kiosztjuk, és a végén pedig kóstolni is lehet a közönségnek, és közönségdíjat is kiosztunk. A civil sátrak és pavilonok között az átalakuló Vekerle Egyesület is képviseltette magát különböző interaktív programokkal. Ha megnézed ott mögöttünk, ott van az átalakuló Vekerle zöld térkép. A térképpel szeretnék, hogy mindenki jöjjön, aki valami zöld dolgot csinál otthon, és akkor ő bejelöli magát egy kis zászlóval, hogy például, hogy van-e nála komposztálás, vagy bringával járnak, vagy járnak a kis piacra, ilyen jellegű dolgok is. És ezzel egy kicsit mutatjunk, hogy itt együtt van nekünk ilyen átalakuló Vekerle. Ilyen program részlet van, azon kívül itt van kint a zöldségkommandó, bemutatjuk magukat, hogy ott náluk, ők segítenek ilyen rászoruló családoknak, zöldséggel, gyümölcsel hetente, azért ők jelen van a kis piacon Vekerlén, akkor ők most egy játékot csinálnak az emberekkel, meg azon kívül a komposztálás, az adimozi kérdés, meg a közösségi energiával itt lehet egy kicsit itt barátkozni, vagy játékon keresztül, vagy kérdőíven keresztül. De volt emellett kézműveskedés, a legkisebbek pedig kipróbálhatták a póni lovaglást is, sőt, egy lovas kocsival körbejárhatták Vekerle telepet. A délelőtt és a délután folyamán egy-egy alkalommal pedig a volt adimozi átalakítás alatt álló épületébe is betekintést nyerhettek az érdeklődők. A rendezvényt Kispest önkormányzata is támogatja, a délután zárásaként Gajda Péter polgármester mondott köszöntőt. Én innen erről a helyről is szeretném megköszönni a vekerlei önkénteseknek, hiszen ők ellenszolgáltatás nélkül végzik ezt a tevékenységet, hogy ma is ezt a nagyszerű rendezvényt ide varázsolták nekünk, és valamennyiüknek, vekerlieknek, kispestieknek azt kívánom, hogy érezzék nagyon jól magukat a est további folyamán. Köszönöm szépen a figyelmüket! A 12. alkalommal szervezi a Vekerlei Társaskör, a Vekerlei Önkéntesek ezt a rendezvényt, és a Kispesti Önkormányzat azóta támogatja mindezt a alkalmat, mind pedig a Vekerle napokat. Fontos számunkra, hogy legyenek ilyen közösségi rendezvények, ahol egy picit össze tudnak jönni a kispestiek, a vekerleiek, kikapcsolódhatnak, sportolhatnak. De nekünk is fontos az, hogy legyenek olyan szinterek, ahol erre lehetőség nyílik ingyenesen. Hát pontosan ezért építettük az ingyenes lehetőségekként megjelenő sportpályáinkat. Most felújítjuk majd a Kispesti uszodát, ahol ugyan nem ingyen, de azt gondolom, hogy a környék uszodáraihoz képest kedvezményesen lehet belépni, és egy új külső medencét építünk majd, illetve itt elmondtam a vekerlek számára azt az örömhírt is, hogy a Berzsenyi utcai rendelőt megújítjuk, hiszen nagyon sok vekerlei tartozik ehhez a körzethez. És hát persze ezen túl talán a mai napon az a legfontosabb, hogy gyönyörű az idő, sokan jöttek el, sokan sportoltak, beszélgettek, régi barátok jöhettek össze, ezért fontos számunkra, és ezért is támogatjuk anyagilag is minden évben a Székelykapu napokat és a Vekerle napokat is. A kétnapos rendezvény tehát igazi közösségi színfoltja Kispest és Vekerle telep életének, az pedig már most kijelenthető, hogy az önkéntesek és a szervezők jövőre is várnak mindenkit a szerte ágazó programokat kínáló eseményen. Imáron második alkalommal rendezte meg a délpesti fúvószenekarok találkozóját a Kámo művelődési házban 8 éve működő opsitos fúvószenekar. Több szomszédos kerület zenekara mellett idén is felléptek a házigazdák is a nagyszámú közönség előtt a Városház téren.
második délpesti fúvózenekari találkozó a zenekarok trombitásainak ünnepélyes fanfárjával kezdődött. Az eseményt Vincek György alpolgármester nyitotta meg. Én úgy gondolom, hogy a mai napunk az a zene dicsérete, a zene dicséretének kell, hogy legyen, és egy idézetet szeretnék felolvasni világhírű hegedű művész Yehudi Mehunintól, amely gondolata a zenéről szól. A zene a káoszból rendet teremt, mondta. A ritmus a széttartót egységbe fogja. A melódia a megszakítottat folyamatossá varázsolja. A harmónia az összenem illőket összeegyezteti. Rengetegen jöttek el, hogy meghallgassák a zenekarokat. Sokaknak nem jutott hely a székeken, és a fűben ülve vagy állva hallgatták végig a dallamos zenéket. Varga József és felesége a fellépő unokáikat jöttek meghallgatni. Most Pesterzsébeten laknak, de nagyon sokáig éltek itt Kispesten is. Miért jöttek el erre az eseményre? Mert szeretjük a zenét, és két unokánk is játszik a pesterzsébeti zenekarban. Miért fontos önöknek a zene? Hát tulajdonképpen már otthonról hozta a lányom, aki zongoratanárnő lett, és evidens, hogy a két unokám meg fúvószenész lett. Viszont azt szeretném mondani, hogy sokkal inkább egy fúvószenekart hallgatok, mint egy operát vagy valami más, vagy beat koncertet. Annyira sokszínűek, hogy hihetetlen. Sokat tudnak. Máskor is voltak már ezen az eseményen, vagy most jöttek ide először? Ezen most először, de viszont rendszeresen járunk a zeneiskola rendezvényeire. Mérhetetlen nagy sikerük van, akár a Csillibe, akár a zeneiskolába. Hihetetlen, nem engedik. Csodálom, most csak két számot adtak a végén rá. Általában az a ráadás számok hosszabbak, mint a műsor maga. Önök miért élvezik ezt, mondjuk egy ilyen találkozót, egy ilyen fúvós találkozót? Remek idő van, jó a hangulat, és hát az unokáinkat gyönyörködünk. Az esemény egyik fellépője a Pest Erzsébeti Lajta László Alapfokú Művészeti Iskola ifjúsági fúvószenekara volt. Az együttes 1989-ben alakult a budapesti 20. kerületi állami zeneiskola 8-10 éves tanulóiból körülbelül 10 fővel. Az évek során fokozatosan bővült a zenekar. Ma már több mint 50-en játszanak az együttesben. A tagok életkora 12 és 30 év között mozog. Számuk folyamatosan bővül a zeneiskola növendékeivel, ugyanakkor a régi tagok is megmaradnak, sokan főiskola munka mellett is járnak a próbákra. Hogyan választottátok ki a darabokat, amiket itt eljátszottatok? Nagy részt a tagok által kedvelt zenékből áll, amik ilyen szórakoztató, könnyedebb jazz darabok, illetve filmzenék nagy részt. Mennyit szoktatok próbálni, mennyit kellett próbálni mondjuk erre az eseményre? Próbálni általában sokat próbálunk, péntek esténként szoktunk összejönni. Sajnos fellépések kevesebbek vannak, úgyhogy így hosszabb időnk van a felkészülésre. Ilyenkor így nyár elején, nyáron vannak fellépéseink, évközben kevesebb. És te mióta zenélsz, milyen hangszeren játszol? Én trombitás vagyok, 13. éve trombitálok, és jelenleg Debrecenben tanulok a Zeneművészeti Főiskolán. És trombitával szeretnék foglalkozni, illetve a fúvós karnagyi képzést jövőre fogom elkezdeni. És hogyan jött az életedbe a zene? Úgy, hogy van két testvérem, két bátyám, akik szintén itt kezdtek a Lajta zeneiskolában, és hát kicsiként már hallottam a zenekart, és nagyon, nagyon megtetszett. Kicsiként is azt játszottam, hogy zenélek. Csak akkor még műanyag flakonon. A fúvózenekarban fúvós hangszerek szerepelnek, amelyeket különböző ütős hangszerekkel egészítenek ki. Összeállítása változó, országonként eltérő lehet, sokszor a szabadtér igényeihez alkalmazkodik. Vannak fafúvósok, többek között a fuvola, klarinét, fagot, oboa, és részfúvósok, mint a tuba, kürt, harsona, trombita.
A fúvószenei találkozó célja a fúvószene megismertetése, megkedveltetése volt a kispestiekkel. A programot a KMO és az Opsitos állította össze. Igazából úgy állt össze, hogy olyan zenekarokat szeretünk volna meghívni, akik a múlt évben nem voltak, illetve még mindig a délpesti zenekarokról szeretünk volna találkozót tartani, tehát ezúttal is jött Cseperről és Erzsébetről zenekar. Miért fontos, hogy Kispesten legyen ilyen esemény? Hát igazából ez már a múlt század elején kezdődött, itt a katonazenekarok jöttek a kerületbe, mert igazából egy ilyen hétvégi nyaraló teleport ez Kispest régen, és így szórakoztatták a közönséget. Igazából ezt a hagyományt szeretnénk folytatni, hogy Kispesten is legyen ilyen lakosságnak egy ilyen szórakozási lehetőség. Minek köszönhető a siker, hogy ennyien jöttek? Hát egyrészt a jó időnek, mert ha télzene van, akkor mindig a jó idő nagyon fontos, és a hangulat, mert a fúvószenekarok mindig nagyon jó hangulatot tudnak csinálni. Egyrészt azért, mert van hagyományos fúvószene, és van a könnyű zene, amit átiratokban el lehet játszani, de ezen kívül nagyon sok műfajt tudnak. Jövőre is folytatni szeretnék a fúvós találkozót, hogy hagyományá válhasson Kispesten. A harmadik találkozóra már külföldi fúvószenekar meghívását is tervezik. Azonban addig sem kell fúvószene nélkül maradni. Az Opsitos zenekarra a legközelebb június 12-én a város ünnepen találkozhat a közönség. Az együttes ez alkalomból nyitott busszal járja majd a kerületet, és így fognak zenélni. Június 26-án pedig a Vekerle telepen, a Kós Károly téren ünneplik majd 100. fellépésüket. A Kispesti Önkormányzat és a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületek közösen adta át azokat a futár távirányítókat, amelyeket a kispesti lakcímmel rendelkező látássérültek igényelhettek. 50 távirányítót ajánlott fel a városvezetés, hogy ezzel is segítse a kerületben élő látássérülteket az önálló közlekedésben. Azt is bemutatták nekünk, hogy mit jelent ez a készülék mindennapjaikban. A polgármester, az alpolgármester, a BKK fejlesztési igazgatója és a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének vezetése jelenlétében adták át azokat a futártávirányítókat, melyeket az önkormányzat adományozott a rászorulóknak. Nagyon nagy segítség ez, főleg a futártábládnál, ahol sok busz meg villamos áll meg, és akkor így a irányítót használja az ember, akkor így könnyen tudja, hogy mikor melyik busz jön. Vannak olyan célok, amelyek kiemelten fontosak. Nyilván a látássérültek támogatása és segítése az egy ilyen kérdés, hiszen az ő problémáik nem csak az egészségügyi gondokból adódnak, hanem ezzel halmozódnak az egyéb szociális gondok és problémák, és ezért gondoltuk azt, hogy egy ilyen ügy mellé oda kell állnunk. Meghirdettük a Superinfóba, volt róla egy tévériport, ahol bemutattuk, hogy hogyan is működik, ha valaki esetleg nem tudná, és a hirdetésre vártuk a jelentkezéseket. Hát valószínű, hogy tovább fogjuk hirdetni, mivel még az 50 nem fogyott el, még korlátozott számban vannak ilyen távirányítók, viszont nagyon szeretnénk őket kiosztani, mert nagyban megkönnyítik a látássérültek közlekedését. A távirányító egy gomnyomással kihangosítja a mikrofonnal ellátott közlekedési lámpát, vagy a megállóban álló információs tábla szövegét. Korábban az úgynevezett futártáblák folyamatosan beszéltek, ami zavaró lehetett a környezet számára. Ezzel a megoldással azonban úgy gondolják, a hangos szöveg alkalomszerű hallatán az emberek felfigyelnek az esetleg segítségre szoruló társukra. Kispesten a látássérültek közösségét a kispesti lámpások fogják össze.
Évekkel ezelőtt kezdődött el ezzel az egyesülettel a kapcsolatunk. Volt egy olyan nagy pályázat, biztos kispestiek emlékeznek, hogy közösség lámpásai mozgalom, és Kispest betársult ebben a pályázatban, és azóta ez már legalább 4 éve fut ez a program, ez egy uniós program volt. Például a közösség lámpásait most is megtalálhatják, majd a város ünnepen kint lesznek, és minden évben kint voltak. Maga a szervezet is, ahol segíti eligazodni a látássérülteket abban, hogy milyen segítséget kaphatnak itt Kispesten egyébként, és bármi problémájuk van itt Kispesten, akkor ők gyűjtik össze ezek a koordinátorok, akik szervezik ezt a munkát. Nem csak ez a program van a futár kapcsolatban, hanem más kulturális jellegű feladatok, közösségszervezés, amit sikeresen végeznek, és így a tévén keresztül is azt kérjük a kispestiektől, hogy ha valakinek ebben kérése, igénye van, azok bátran jelentkezzenek. A távkapcsoló korábbi változata évek óta létezik. A Vakok és Gyengéllátók Egyesülete és a BKK együttműködésének eredménye ez a továbbfejlesztett változat, melynek igénye a 4-es metró építése során merült fel. Ha valaki azt tapasztalja, hogy nem működik, akkor jelezzen szintén Zsuzsinak vagy Istvánnak. Lehetőség van arra, hogy kicseréljük. Tehát hogy az is előfordulhat, hogy nem minden készülék van jól behangolva, de ezek originált készüléket, tehát hogy ki tudjuk cserélni, nem kell megijedni. Ez az egyik. Illetve nyilván olyan kereszteződésben, ami nincsen bekapcsolva, hogy beszéljek, ott nem fogja ez a készülék sem megbeszéltetni azt a jelzőlámpát, hogy nem fog sípolni. Ebben az esetben az a kérésünk, hogy ezt is jelezzék a közösségi civil szervezőknek, mert gyűjtjük a tapasztalatokat, gyűjtjük az igényeket, hol kellene, mely kereszteződéseket meghangosítani, mely táblákat kellene meghangosítani, és ezeket összegezve, összesítve továbbítjuk a BKK munkatársainak. Mit tud elképzelni, hogy mi lenne a következő fontos, hasznos fejlesztés a BKK részéről? Hát én azt gondolom, hogy elsőként a meglévő szolgáltatásoknak a teljes körű akadálymentesítése, például a buszokon és a villamosokon egyre több helyen nyomógombbal nyithatóak az ajtók. Ezek érintős felületek, látássérültek nem tudják ezt megtalálni, vagy nagyon nehezen találják meg, hogyha egy ilyen kis készülékkel ezek is önállóan nyithatóak lesznek, akkor ez egy hatalmas nagy segítség. A buszokon fel van tüntetve, hogy melyik számú busz érkezik. Egy gyengéllátó esetében ez nagyon nehezen olvasható, mert olyan szürke színvilágú ez az egész tábla, tehát hogy nagyon nehezen lehet látni. Nyilván ezeket is egy viszonylag kisebb beruházással át lehet cserélni olyan kontrasztos színűre, amit már messziről vagy közelről, de mégis jobban látható, jobban érzékelhető. Ha pedig a messzi jövőről beszélünk, sok látássérült számára nyit új távlatot az önálló közlekedésben. A sofőr nélküli személygépkocsi, melynek fejlesztése napjainkban folyik. Ma már akkora a zaj. Hogyan tudják kiszűrni, hogy mi merről jön, mi a segítség, mi kevésbé? Hát egyrészt ez egy, az, hogy a hangos zajokból valaki saját maga számára meg tudja szűrni az információt, az egy képesség, ezt tanulni kell. Tehát, hogy aki születésétől látássérült, ugye ő ebbe születik bele, ő neki nagyobb tapasztalata van arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja szelektálni ezeket az információkat, hogyan tudja szelektálni a zajokat. Aki később veszti el a látását, annak ezt meg kell tanulni. És ez egy nem egy könnyű feladat. Ez a rehabilitációnak az egyik nagyon fontos szakasza. Az, aki odahaza úgymond csak ül, vagy be van zárva, vagy elég, tehát sokat nem közlekedik önállóan, annak nagyon-nagyon nehezen alakul ki ez a készsége. Tehát én mindig mindenkit arra buzdítok, hogy kezdjen el tanulni, mert ez egy olyan tanulási folyamat, mint mondjuk megtanulni a brailleírást, az sem egyik percről a másikra megy, azt is csak tapasztalatok útján lehet megtanulni, mert ezek olyan készségek, amik folyamatosan alakulnak ki az emberi agyban. Ehhez, vagyis a biztonságos önálló közlekedéshez nyújt segítséget a futártávkapcsoló. Azt, hogy merre, melyik lámpánál használható, a BKK honlapján lehet ellenőrizni.
Minél több kispesti rendelkezik ilyennel, annál nagyobb esély van arra, hogy a kispesti fejlesztések, a további beszélőtáblák átkelők száma szaporodhat, mert hogy ott fejlesztenek nyilván, ahol nagyobb lobbyerő van a kerületben, és mi ebbe bízunk, hogy ebbe sikeresek leszünk a kispestiek érdekében. Készülőket továbbra is lehet igényelni a 0630 498 9127-es vagy a 0670 984 8868-as számon, vagy e-mailen a lampas.kispest@gmail.com címen. A legfiatalabb utánpótlás korosztályoktól a felnőtt csapatig minden röplabdázni szeretőt vár a kispestese. A klub röplabda szakosztályának a férfiaknál is van felnőtt csapata, de elsősorban a női szakágon van a hangsúly. A klub filozófiájának megfelelően bárki, amatőr vagy versenyző csatlakozhat a csapatokhoz, ahol jó körülmények és felkészült edzői stáb várja az újonnan érkezőket. Látványos labdamenetek, jó színvonal és remek hangulat. Csupa pozitívum, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen a kispestese egyik szakosztályáról van szó. Ennél a klubnál pedig ugyan mindenkinek megvan a lehetősége arra is, hogy versenyszerűen sportoljon, de a tömegbázison a mozgás szeretetére való nevelésen van a hangsúly. A cél, hogy minél többen sportoljanak, a többi már szinte jön magától. A röplabda szakosztály házatáján sincs ez másképp, akiket két utánpótláskorú csapatuk egymás elleni edzőmérkőzése közben látogattunk meg. Kíváncsiak voltunk rá, miért szeretnek ennyire ebben a klubban sportolni. Én már 3 éve röplabdázom ennél az egyesületnél, először általános iskolába kezdtem el, és ott nagyon megtetszett, és barátnőimmel egy egyesülethez mentünk át. Én 1,5 éve röplabdázom ennél az egyesületnél, előtte volt egy éves sportkihagyásom, de mindig is szerettem volna röplabdázni, és azért kezdtem el. Az első, amit észrevettem amellett, hogy nagyon-nagyon jó volt a színvonal a játéknak, pedig itt csak egy-egymás elnémes volt, hogy nagyon-nagyon jó volt a hangulat, gondolom azért ezért is szeretitek csinálni itt ebbe az egyesületben. Igen, szerencsére a hangulat az mindig ilyen, és hogyha egymás közt játszunk, akkor még jobban ezt ki lehet adni. Igen, meg hogy a csapatunk is jó, a közösség is jó, és így csak jó lehet a hangulat. Mik a legjobb eredmények, amit elértetek eddig ebben a sportágban? Hát még nekem nincsen nagyon eredmény csak iskolával, de ott kerületi versenyeken mindig elsők voltunk 4 évig. Nekem sem, mivel csak 1,5 éve csinálom, és ebben az évben kezdtem el csak versenyezni. És ha már így versenyeztek is, mik a céljaitok a röplabdán belül? Hát nekem sok, mivel nagyon szeretnék ezzel többet elérni, és strandröplabdában is. Nekem az iskola mellett nincs időm ilyen sportot ilyen nagyon versenyszerűen csinálni, úgyhogy én egyelőre csak hobbiként csinálom, de nagyon szeretem és még tervezem sokáig csinálni. Itt tehát mindenki, versenyző és amatőr sportoló is megtalálja a maga helyét és csapatát. A fejlődésre és a szakmai munkára pedig az edzői stáb a garancia. Mivel szabadidős tevékenységet végzünk, elsősorban a közösség, a sportolás, nem pedig a verseny. Természetesen ugye mindegyik csapatunk versenyszerűen bajnokságban játszik, viszont megpróbáljuk még ezt összehozni, hogy jól is érezzék magukat, természetesen eredmények is legyenek, és a célja az, hogy ezek a lányok, akik az iskolákban túl vannak terhelve, egy kis felszabadítás a mindennapok nehéz tanulása alól. Egészen pontosan melyik korosztályokkal foglalkozol az egyesületnél? Szakosztályunkban minden korosztály van, hozzám tartozik a serdülő, az ifjúsági és a felnőtt csapat. A serdülők még minden évben jönnek fel a gyerekektől ugye hozzánk. A serdülő az, ami változik, folyamatosan változik, szinte évente. Most ebben a serdülő csapatban, ebben az évben az új rendszer, az 5-1-es rendszert kezdtük el gyakorolni, amit már majd a kicsik is könnyebben fognak venni, ha nem egy egész csapatnak kell megtanulnia. Utána jön az ifi korosztály, ami nagyobb időt enged egymás, hogy együtt legyenek. Itt már vannak 4-2-es rendszerek, de már 5-1-es rendszerben is játszunk, és van a felnőtt csapatunk. Ők is
Nagy részt az ifjúsági csapatunkból kerültek ki. Minden évben, mivel iskolákba jelentkeznek, vagy magasabb osztályba mennek a lányok, minden évben változik az összetétel. Az ifjúsági, a serdülő és a felnőtt csapatban körülbelül összesen 45-50 lánnyal dolgozik a klub, akik mellett még ott vannak a legkisebbek is. Így magától értetődő, hogy nem egy edző foglalkozik a szakosztállyal. Nálam a legkisebbek edzenek, az azt jelenti, hogy a szupermini, a kismini, a mini és a gyerek, ez tulajdonképpen az általános iskolát öleli fel 9-14 éves korig. A kispesti Bolyai János általános iskolában edzünk heti 3-szor, kolléganőim segítségével. Akkor leginkább mondhatjuk, hogy a szakosztály utánpótlás bázisát a helyi általános iskolák adják. Ez így igaz. Tehát legfőképpen a kispesti Bolyai János általános iskola. Azt láttuk itt azért itt az egymás közötti játékban is, hogy nagyon-nagyon jó a hangulat, nagyon szeretnek a lányok együtt lenni, ez akkor gondolom már a legkisebb korosztályoktól kezdve igaz. Igen, akiket láttatok, velük kezdtük el 2012-ben a munkát, tehát ők most már úgy 4 éve együtt játszanak. Nehéz egyébként ilyen nagy létszámú csapatot egyben tartani, de őket sikerült, és ez a cél is, hogy megtartsuk és kineveljük őket felnőtt korig. Tehát ők nagyon összeszoktak, nagyon lelkesek, és azt mondom, mellékesen megjegyezni, hogy nekünk van a legnagyobb szurkolótáborunk, hiszen a szülőket is sikerült aktivizálni, úgyhogy erről is híresek vagyunk. Beszélgettünk itt már az előbbiekben arról, hogy milyen céljai lehetnek az idősebb korosztályokban a szakosztálynak, illetve hogy egyébként elsősorban nagyon fontos a szabadidős tevékenység. A kicsiknél milyen célokat lehet kitűzni? Hát ennek a kérdésnek nagyon örülök, mert valóban az a célunk, hogy korábban ugye tömegsport szintjén működtünk, és most már haladunk a versenysport felé. De meg szeretnénk tartani a tömegsportot is, tehát egy kétirányú képzést folytatni, teljes átjárhatóság jegyében, és akkor mondjuk egy iskolával szövetkezni, ami ugye kinevelni a sportolókkal, iskolai szinten, sportiskolai szinten, és akkor könnyebb lenne a kiválasztás is. A szakmai felkészültség bizonyítéka, hogy a tavalyi év sikerei után a klub 3 játékosát is meghívták az utánpótlás válogatottba. Kis Kornéliának pedig sikerült megragadnia a lehetőséget, és azóta is részt vesz a válogatott munkájában. 5. korom óta, azaz már majdnem 3 éve kezdtem el. Hát úgy jött ez az egész, hogy ugye előtte úsztam sokáig, és utána így más sportot szerettem volna, és akkor jött ez a röplabda. És mióta vagy ennél a klubnál, a kispestesénél? Rögtön itt, tehát ez az első klubom, tehát rögtön itt játszottam. De akkor ezek szerint ez nagyon meg is tetszett neked. Mi igazából mit mondanál, mi a jó ebben a klubban, miért jó így csinálni ezt a sportot? Én nagyon szeretem a közösséget, a csapattársaimat, és tényleg azt is szeretem, hogy minden szülő, amikor meccseinkkel jön neki, és hogy mindenki hogy szurkol nekünk, és ez így nagyon jó hangulatot ad még az egésznek. Hát és ahogy láttam itt most ezt az előző meccset is, azért nem volt véremenő, de mégis nagyon nagyot küzdött mindenki, és a hangulat is nagyon jó volt, az egészen magával ragadó. Igen, igen, hát ugye ez egy ilyen edzőmeccs volt az IFIK ellen, de ez jó volt, de most a legfontosabb az, hogy a pénteki meccsre jól felkészüljünk, mert akkor a rájátszásban az első meccsünket fogjuk játszani. És hogyha jól tudom, akkor neked nem is olyan régen egyénileg is lett egy nagyon nagy eredményed, erről mesélnél nekünk? Bekerültem a válogatottba, és az úgy van, hogy minden szünetben, nyári, téli, meg ilyenek, így külön edzésekre járunk a válogatottal, és most ott van így. És így, hogy most már utánpótlás válogatott is lettél, mit tudnál mondani arról, mik a céljaid ezzel a sportággal, vannak komolyabb céljaid? Hát nagyon szeretem, ugye, és hát így, ha összejönnek, akkor szívesen lennék ilyen felnőtt koromban is röplabda játékos, akár a válogatottban is. Aki pedig kinő az utánpótlás korosztályokból, csatlakozhat a klub felnőtt csapatához, akik hasonló lelkesedéssel játsszák tétmérkőzéseiket. Bár nincs könnyű dolguk, hiszen ahogy elhangzott, majdnem minden szezonban új csapatot kell építeniük. Engem ajánlottak ebbe a csapatba, mert úgy volt, hogy itt a szezon közepén kicsit magára maradt ez a dolog, és össze kellett szedni egy felnőtt lánycsapatot. És akkor hát ugye Takács Geri engem megkeresett, beszéltünk a hogyanokról, meg a mikéntekről, és végül is úgy döntöttem, hogy én újra belevágok ebbe, és női csapatban játszom, mert én nagyon régen nem játszottam női csapatban.
Mi az, ami vonzó volt ebben az egyesületben, ebben a csapatban, mert itt azért a kicsiknél már láttuk azt, hogy a hangulat az például nagyon-nagyon jó minden korosztályban. Hát összetartó a csapat, azt kell, hogy mondjam, szépen lassan rázódunk össze, de ez egy fiatal csapat, tehát nem az életkorra gondolok, hanem arra, hogy mióta vagyunk mi így együtt. Tehát tényleg ez egy ilyen február óta mérhető ez a dolog, de lelkesek vagyunk és biztatjuk egymást, és én azt látom ebben az egész dologban, hogyha például meccsen is van egy hullámvölgy, akkor nem az van, hogy leülünk, hanem próbáljuk egymást felhúzni, tehát igazi csapatjátékosokként viselkednek a többiek, és ez nagyon-nagyon fontos. És itt éppen nem sokára mérkőzésetek lesz, így versenyzés szinten mik a céljaitok a csapattal? Először is összerázódni, jókat játszani, és nem baj első körben, mondom, fiatal csapatról van szó, hogyha nem nyerünk, de játszunk egy jót, és úgy jöjjünk le a végén, hogy igen, mi mindent megtettünk, mi kihoztuk a maximumot, és csak előre. Tehát csak előre nézünk, hogy mi összerázódunk, és ez egyre jobb és jobb lesz. Januárban vettem át az ifi és a felnőtt csapatot. A felnőtt csapatot azt újraindítottuk, tehát azt nulláról, akik itt láthatóak, ők mind hozzám jöttek már játszani. Az ifi csapatot vettem át, a B csapatot, úgyhogy ez a két korosztály van most a kezem alatt. Itt már az előbbiekben volt szó arról, meg egyébként is így a klubházatáján, hogy azért nagyon fontos a szabadidősport is, és hogy mindenki sportolási lehetőséghez jusson, de azért gondolom a felnőtteknél már a versenysport része is fontossá válik. Hát így van igazából, de valamilyen szinten azért a szabadidősport, tehát az, hogy délutánonként eljönnek, edzenek, heti három edzés, vagy esetleg a meccs, úgyhogy most is már 15-16 főre kibővült a csapat, úgyhogy próbálnak együtt dolgozni a lányok, még azért van velük munka, hogy összeérjenek igazi csapattá. Egészen pontosan milyen céljaitok vannak felnőtt szinten? Hát a felnőtt szinten most igazából csak annyi, hogy a Budapest 2-ben elkezdünk játszani, és igazából nagy terveink a jövő szezonra lesznek. Akkor szeretnénk egy jó alapozással augusztusban elkezdeni strandon, és akkor akár egy dobogós hely szerintem beleférhet a másodosztályban. A célok tehát adottak, ahogy pedig láthattuk, a hangulat és a munka sem hiányzik, ez pedig garancia a jó eredményekre. A már ismert és szeretett hagyományos programokkal, új játékokkal és szereplőkkel óriási érdeklődés mellett zajlott az idei kerületi gyermeknap a központi játszótéren. Immár harmadik alkalommal tartotta ezen a helyszínen a rendezvényét az önkormányzat. A programok, a játékok ingyenesek voltak a családok számára. Elnagyolt vonalak, túlhangsúlyozott mimika, egy-egy jellemző karaktervonás. Egy arc, amit minden nap látsz a tükörben. Itt, így, mégis új, mégis más. És úgy tűnik, sokan szeretnék egy kicsit másnak látni magukat. Egész nap nem állt fel székéről a karikaturista a kispesti gyermeknapon, mint ahogy az arcfestőknél is naphosszat kígyózott a sor. Bárki lehetett mesehős egy napra, vagy bújhatott kedvenc állat a bőrébe. Saját díszítésű pólóban is sokan szerettek volna hazamenni. A technika nem bonyolult, de azért figyelni kell. Alaposan ki kell dolgozni a részleteket, ha valóban szép műveket szeretnének viselni az ifjú tulajdonosok. Látom, hogy kiválasztottad már, hogy mit fogsz a pólóra festeni. Mit választottál? Hát egy Angry Birds-osát. Miért pont ezt? Hát mert szerettem, meg nemrég volt az Angry Birds a film a mozikban. Hogyan fogod készíteni? Csináltál már ilyet? Hát őszintén megmondom, hogy még nem. Akkor most meglepetés lesz. Igen. A pólófestés minden évben nagyon népszerű. A Szociális Szolgáltató Centrum Alapítványa számos helyszínre viszi a technikát és az ötleteket. Most már évek óta járunk ki a gyermeknapi rendezvényekre, és nagyon nagy sikerrel, hála Istennek, úgyhogy hát most is ugyanez van, mint minden évben, hogy nagyon szeretik csinálni a gyerekek, ügyesek, kedvesek, felveszik rögtön, amikor készen vannak, úgyhogy remek. Mik a kedvenc figurák? Ezek változóak, attól függ, hogy általában rajzfilm figurákat festenek, és ugye éppen ami a tévében annak a korosztálynak megy, ugye azokat válogatják, hát most a Minyon a kedvenc, meg az Anna, meg az Emma a rajzfilmekből, de vannak ilyen standardek, tehát például a Spongyabob az még mindig nagyon szuper, és vannak a lovak, a cicák, tehát ezek tündérek, boszorkányok, ezek azért mindig tartják magukat. Amit úgy tűnik soha nem lehet megunni, a népi mesterségek kipróbálása. Nemezlabda ugyanúgy készülhetett, mint gyöngyös kosár vagy mesekő.
Nem könnyű egy kosarat megfonni, hosszú időbe is telik, ugyanúgy, mint a nemez megformázása. Ez ugyanis nem csak kézműves technika, hanem közösségi élmény is, hosszas, közös alkotás, beszélgetés. Mit készítettél? Követ festettem. Mit festettél rá? Sárkányt. Milyen színű lett? Zöld. Mit festesz még? Katicát. Mit készítesz? Labdát. Hogy kell csinálni? Forgatni kell. Milyen színű lett? Piros és rózsaszín. Az első asztalnál kosarat készítünk, illetve pedig nádból ilyen kis kalitkákat, amiben a második asztalnál akár kismadarakat, akár kislabdákat készíthetnek nemezből, és a harmadik asztalnál kavicsokat festhetnek ki különböző népi mintákkal. Miért fontos, hogy olyan játékaik legyenek, amiket saját kézzel készítenek, és esetleg hagyományuk is van? Mert maga az élmény is megmarad a gyerekekben, ahogy készítik, és hát viszik tovább a hagyományokat. Mennyire érdekes számukra ez, mennyire érdeklődnek ezek iránt, a régies játékok iránt? Hát én azt gondolom, hogy mivel ezek nagyon színes és érdekes foglalkozások voltak régen is, nagyon érdeklődnek, és látszik itt, hogy mennyien jöttek el megpróbálni. A kalandos kedvűek kipróbálhatták például a rendőrök testpáncélját, sőt a rendőrmotorra is felülhettek. Megnézhették, milyen az új lenyomatuk, pontosabban a tenyérlenyomatuk. Látom, hogy a saját tenyérlenyomatodat próbálod előhívni a papírról. Mit kellett csinálnod? Hogy ment ez a tenyérlenyomat, új lenyomat vétel? Hogy bemártottuk ezt a kis tollat be az anyagba, utána behentünk azzal a krémmel a kezünket, utána oda tettük, elvettük, és beletettük ezt a kis tollat abba a kis szerbe, és utána most elkezdtük simogatni. Aki ki szerette volna próbálni az erejét, az Nick Árpád vezetésével kötélhúzó versenyen indulhatott. A győzteseknek komoly jutalom járt, a legjobb egy rollert nyerhetett. Alkotni és okoskodni több sátornál is lehetett, a játszótéri alkalmi asztalos műhelyben fajátékokat lehetett készíteni. A Vekerlei Kultúrház kifestővel várta a gyerekeket, az első kispesti kert sátrában gyümölcsöket és zöldségeket lehetett gyurmázni, fűszertótót és többféle növénytesztet kellett megoldani, és bemutatkozott a Helendoron English gyermeknyelv stúdió is. A kvízkalannál állati kvízeket lehetett kitölteni, szintén értékes nyereményekért. A játszótér különböző pontjain pedig bohócok és artisták kábráztatták el a gyerekeket. Meg kell adni minden kispesti gyereknek azt az esélyt, hogy méltóképpen szórakozzon, sportoljon, ünnepeljen. Hát Kispest folyamatosan ebben gondolkodik, hogy ne csak gyereknapon, hanem a sportversenyeken, városünnep rendezvényein, ott is nagyon sok gyerekprogram van, hogy ezek ingyenesen hozzáférhetők. És mindig kérjük az iskolákat, aktívan óvodákat, hogy erre a rendezvényekre segítsék, hogy kijussanak az ott tanuló vagy ott odajáró gyermekek. És ez nagyon jó. Jól csinálják, úgyhogy azért van mindig teltház minden ünnepségünkön, illetve rendezvényen. Nyilván sok gyerek évközben a családdal nem tud feltétlenül eljutni ilyen rendezvényekre, akár színházi produkciókra, akár kézműves foglalkozásokra. Igen. Jó néhány gyerekkel ez a helyzet a felmérések szerint, mert ezt folyamatosan nézzük, és elsősorban az iskolák látják, hogy mikor kell beavatkozni, tehát például egy iskolai kirándulás, ami pénzért szerveznek, mondjuk egy erdei tábor, ott például működik az, hogy mind az alapítványok, az iskolák, mind pedig maga az önkormányzat kompenzálja esetleg azoknak a gyermekeknek a táboroztatását, akik nem tudják kifizetni, vagy nagyobb kirándulásokon is támogatást adunk. Erre külön alapunk van, és ezt erre a célra használjuk. Rengeteg gyerek volt kíváncsi arra, mi lesz a sorsukra hagyott kisállatokkal. A Kispesten egy éven működő állatvédelmi járőrszolgálat munkatársai sokszor csupán néhány hetes beteg vagy magára hagyott állatot vesznek gondjaikba. Teknőc küldönc, rajta sajnos átment egy autó a páncélján, és a Rákosligeti Állatorvosi Rendelőintézet doktorai megszerkesztették, összehegesztették nekünk, és gyógyulási folyamata
szépen halad. Valószínűleg majd jövőre lesz elengedve vissza a vadonba, ugyanis ő védett állat, az eszmei értéke 50 000 forint, ő egy mocsári teknős egyébként. Egész nap lehetett pónin lovagolni, gólyalábon járni, és megunhatatlan volt az ugrálóvár is. Aki ügyes és okos volt a feladatoknál, az tombola jegyet kapott, és a legszerencsésebb egy biciklit is hazavihetett. Miközben az ügyességi és művészeti játékokban próbálták ki magukat a gyerekek, a színpadon zene, tánc, mese és bábjáték szórakoztatta a közönséget. Fellépett az Adol Mozgásművészeti Stúdió, ahová az óvodás korosztálytól az egyetemistákig rengeteg korosztály jár. A már megszokott módon a gyerekeket bevonva teremtett igazi, vidám hangulatot az Apacuka együttes. Már nem használatos, de még mindig értékes holmikból készült bábok és díszletek között nézhettek meg a gyerekek interaktív bábjátékot a környezetvédelemről Koltai Eszter vezetésével. Papírból van és minden nap használjuk. Papír zsebkendő, nagyon jó, aztán kiabáljátok be, bátran. Papírdoboz, WC papír. Hagyományos népzene, sok ismert népdal, mégis más hangzással, más hangulattal szólt a Ciráda együttes előadásában. Nagy sikert arattak az Arcok táncosai, akik számos díjat nyertek itthon és külföldön az elmúlt években. Megzenésített versek is kaptak egyedi hangzást az Eszterlánc együttestől. Az ismerős musical dallamokkal, például a Dzsungel állatai elevenedtek meg a Mágnes Színház előadásában. Végül pedig szeretett és ismert gyerekdalokkal búcsúztak a kispesti családok az idei gyereknaptól. Hogy milyen színű kukába kell a fémdobozokat? Kispest 1871. június 11-én vált önálló településsé. Ezt minden évben megünneplik a kispestiek. Idén a templom téren rendezett hatalmas városünnepet az önkormányzat közösen a KMO-val. Reggeltől gyűltek az emberek, estére már hatalmas tömeg nézte együtt a tűzijátékot. Kisebb kulturális rendezvényből nőtte ki magát a kispesti városünnep. Immár 9. éve, mint egy hatalmas fesztiválon annyiféle programmal várták az ünneplők kispestieket. A kiállítások középpontjában például a közlekedési eszközök álltak. Mennyivel tud menni egy ilyen busz? 70. A végső sebesség 100 km, de hát annyival nem megyek vele. Mennyire hangos? Hátul nem hangos, elől hangos, de hogyha betetszenek ülni egy vadonatúj Mercedes buszba, az is hátul hangos, elől nem hangos. Mennyire füstös, mennyire környezetkíméletlen? Annyira környezetkíméletlen, hogy 100 km-re 16 litert fogyaszt, és 35 embert elvisz. És ennek a füstje nem lebeg a levegőben, hanem leszáll a földre, és ott eltűnik. Úgyhogy a tüdőbe nem kerül bele. De nem ez az 55 éves Icarus busz volt a legidősebb kiállított jármű. Ennek az évjárata 1960-as, ez a D4KA típus. Sok ember szemébe csak a D4K maradt meg, egy legendás traktortípus az egykori Vörös Csillag traktorgyárból, aminen szerintem 1,5-2 kilométerre van pontosan. És mondja, ezek a saját lábukon jöttek ide ezek a traktorok? Nem, a saját lábukon ezek nem közlekednek, bár rendszámos, ami mögöttem látható, csak felvonulásokon vesz részt, egy tréler hozta ide őket. Nem is ez az 56 éves traktor volt a legidősebb. Melyik a legidősebb itt látható kerékpár? A lehető legidősebb ez a velocipéd, ez az 1870-es évekből készült, valószínűleg Angliában, de nem tudunk, még pontos anyag adatot, kutatástárgyát képezi, és teljesen eredeti. Hol ült rajta az utas? Itt, én most egy fals ülést hoztam, de mutatom, tehát ez majd ide lesz ideiglenesen, csak mutatóba fölrakva, nem rávaló, de egy ugyanilyen ülés volt eredetileg is rajta. Úgyhogy. És hol kapaszkodott? A kormánynak van két ilyen kialakított fogantyúja,
azért gömbölyű, mert ugye nagyon lent fogja a kormányt, amikor egyenes háttal kell ezen ülni, és szinte álló helyzetben helyezkedik el a velocipéden, és hát rendkívül körültekintően kell irányítani. A Nagy Balogh János kiállítóteremben több tucat érdekesebbnél érdekesebb velocipédet állítottak ki. Ezt a kiállítást egyébként még októberig meg lehet tekinteni. Melyik a másik legérdekesebb darab? A mögötte álló női kerékpár, amely már ugye a két egyforma kerék elvét képviseli, és ez az 1900-as évek elején, 1905 és 10 között készült. Érdekessége, hogy nem találtunk még egy példát Magyarországon belőle, teljesen eredetiben megmaradt, nem restaurált, csak konzerválva van, és minden alkatrésze eredeti, és soha nem szerelgették, vagy cserélgették, vagy csináltak vele dolgokat, úgyhogy hihetetlen az egész, és olyan különleges az akkori hölgyeket segítő berendezési tárgyai vannak, mint például a hátsó tömör gumi. Tehát ez már úgy készült, hogy levegős gumia volt, elől látszik is, hogy ballonos volt, hogy a hölgyek finom kezét ne rázza a macskakő, amikor mennek a macskakövön, és ilyen puha parafa fogantyúkat fogtak már abban az időben, tehát minden adva volt ahhoz, hogy a lehető legkényelmesebb legyen. Ezek voltak a legrégebbi közlekedési eszközök, de kétségtelenül nem a leggyorsabbak. Azokat a Radó Ralli suli hozta magával, és hihetetlen, de nem is felnőttek vezetik őket, hanem gyerekek. De mennyivel mész? Mennyivel száguldasz? 200-150. És nem félsz egyáltalán? Egyáltalán nem félek. Mit szólnak a szüleid ehhez? Hát örülnek neki. És nem féltenek? Hát nem. Létrehoztam a magyar rali gyerek csapatot, ami nincs a világon, nekünk van először. 7-8 éves gyerekek alkotják, és mindent a gyerekek csinálnak. A gyerekek, a marketingesek, a két versenyzőnk itt van, egy hölgy és egy ifjú úr, aki itt lakik Kispesten. És a fotósunk is, és a sajtósunk is, mindenki gyerek. Én próbálom irányítani ezt a kis feladatot, megpróbáljuk a gyerekeknek egy kicsit, mivel hogy felgyorsult a világ, megpróbáljuk egy picit kivonni őket a számítógép mellől, és egy olyan dologba belevonni őket, amit nagyon szívesen csinálnak, és nagyon szeretnének valaha is csinálni. Ő Cynthia most kezd versenyezni, ő egy hónapja foglalkozom vele, első versenyes lesz jövő héten. Milán már megy egy éve, ő megkapta a nagyobb autót, és most már debütálunk a nagy autóval. A kisebb autó csak 150 lóerős, csak idézőjelben 150 lóerős, de a nagy autó 350. Milán, mennyivel tudsz menni ezekkel az autókkal? 150-nel. És nem félsz? Nem. Mit élvezel a sebességben? Hogy nagyon gyorsan megyek, és jó menni. Bicikliddel mennyivel mész? Sokkal, azzal is. A leggyorsabb jármű tehát a versenyautó volt, de a legizgalmasabb talán mégiscsak a légi közlekedés. Mi az, amit hozott ide a fesztiválra? Egy helikopter szimulátort, ami szórakoztatási célra készült ugyan, de olyan professzionális, hogy időnként pilótaoktatók is hozzák tanulni a tanítványaikat. Mi az, amit itt kipróbálhatnak? Hány percben, milyen magasan repülhetnek az emberek? Itt most 5 perces repülések vannak. Hát a magasság nem számít, a helikopterrel alacsonyan jó repülni, sokkal érdekesebb, de általában az emberek fölmennek magasabb, biztonságos magasságra. Éppen Innsbruckban repülünk, az innsbrucki reptéről indul a helikopter, és az innsbrucki hegyek között lehet repkedni. Vannak itt a szimulátoron lezuhan például? Ne persze. Hát ezt úgy kell vezetni, mint egy igazi helikoptert, és az összes légi jármű közül a helikoptert a legnehezebb vezetni. Így aztán le is szoktak potyogni. De nem fáj. A versenyautókon, a veterán járműveken, a helikopter szimulátoron és a kerékpárokon kívül volt még babajátszóház, kézműves foglalkozás, mászófal óvisoknak, logikai játékok felnőtteknek, kreszteszt, foci golfpálya, graffiti festés, minden, ami egy igazi dzsemburihoz kell, és mindez ingyen. De ez még nem minden. A színpadi műsorokról a következő heti magazinunkban láthatnak összefoglalót.
A romák felzárkóztatásáért egyesület a Talentum Klub keretében minden hónap harmadik péntekén lehetőséget ad fiatal roma és nem roma tehetségeknek a bemutatkozásra. A programot a Kispesti Kaszinó fogadta be. A klubban bemutatta a Kávéházi cigányzene kialakulása és hatása a magyar kultúrára című könyvét Nyerges Erika, nem roma származású pedagógus, akit magával ragadott ez a kultúra. Századfordulós öltözék, kávéházi csészék, egy frissen publikált könyv és egy háromtagú zenekar. Ezek voltak Nyerges Erika bemutatkozói estjének kellékei. A nem roma származású pedagógust évekkel ezelőtt megfogta a cigányzene és életérzés, úgyhogy beleásta magát a témába és megírt egy könyvet, a Kávéházi cigányzene kialakulása és hatása a magyar kultúrára címmel. Került kapcsolatba ezzel a témával? 2011-ben együtt dolgoztam egy munkahelyen egy volt Rajkó zenekari taggal, egy cimbalomművésszel, aki sokat mesélt erről a szép színes világról, illetve az életéről, és az ő muzsikája, valamint az élete megihletett. Mi volt az a pont? Emlékszik, hogy mi az, ami megkapta, meg ami ennek a témának megnyerte? Az összhatása, a muzsikálások összhatása, a Rajkó zenekari felállás és Farkas Gyula módszere, amit most Rajkó módszernek is nevezhetünk, pedagógiai munkássága és művészeti nevelése. A könyv tulajdonképpen egy művelődésügyi tanulmány. Erika szándéka a művészeti nevelés volt. Mi jellemzi a kávéházi zenét? Ez egy asztali zenéből elindult dolog, a szórakoztató zene formája, ami egyeduralkodó volt 1918-ig, 1920-ig a jazz bejöveteléig. Igazán a magyar érzésvilágot tükrözi a mai napig is, a sírva vigadás, vagy vigadva sírás, vagy a bús magyar sors, és ez számos irodalmi mű jellemzi, illetve bizonyítja, és erről szól a könyvem, hogy azok az emberek Aditól Gárdonyig, Brahmstól Liszt Ferencig, Döbüsztőtől át Pablo Casalsig, vagy Erkel Ferenctől Egressi Benyáminig, és még sorolhatnánk, minden egyes embert megihletett ez az ősi szenvedélyes tehetségük, illetve az az inspiráló hatás, ami a mai napig hat az emberekre. A szenvedélyesség, az ösztönösség, az a genetikailag adott őstehetség, ami a cigányzenészekben benne van, ami átöröklődött évszázadokon, évtizedeken keresztül, generációkon át, és ez akkora talentum, és akkora csodának tartom, Istennek egy nagy csodájának, hogy ezt nem szabad elhallgatni, ezzel foglalkozni kell, illetve ennek a tovább művelése iskolai szinteken, mint például Farkas Gyula által a Rajkó zenekar megalapítása. Ez, és nagyon fontosnak tartom, hogy világviszonylatban a magyar kultúrkincset emelte az ő zenei munkásságuk, és Magyarország hírneve kulturális téren hozzájuk is kötődik. Nyerges Erika tisztelete és szeretete a Rajkó zenekar iránt arra inspirálta, hogy verseket és daljátékot is írt róluk. A Magyar Flamenco című daljátékból Csikós Márta és Dömsödi Farkas Bálint adtak elő részleteket Mohácsi Vilmos zenekarának kíséretével. Sen kellett neki soha más, nem volt.
Az ön dalai miről szólnak, amit most meg fogunk hallgatni? Önt mi ihleti? Emlékezés egyrészt a kávéházi cigányzene őseire, a vándorzenészekre, a vándorcigányokra, akik a muzsikát vitték városról városra, faluból faluba, és ezt az érzésvilágot tükrözték. Magyar szerzők dalait mutatták be, hiszen a népies műdalok sorát legfőképpen magyar szerzők írták. Ez az emlékezés, ez a rész egy kicsit autentikus hangvétellel, a másik pedig populárisabb, világzenei stílus, musicales stílusnak mondhatnám, ami már a felnőtt, kitanult cigányzenészek, modernebb hangvétellel, de ugyanakkor mégis egy kis etnikai feelinggel ábrázolja a zeneiségében. A szerző vallja a cigányzene gyógyító erejű. Könyvével a cigányzenészek hazáértett szolgálatait is szerette volna megköszönni. Szándékának hitelessége érződik a betűkből, amiért a Talentum Klub is boldogan hívta őt meg a kispesti kaszinóba. Mindig az alapos szakmai megfontolásokra, a szakmai érvekre törekedett munkájában ugyanúgy, mint a helyi politikában, közéletben. Fantasztikus pályát futott be, mérnökként technikai újítás, a város közlekedésének tervezése is fűződik nevéhez. Szereti a baráti beszélgetéseket, az unokáinak szenteli ideje nagy részét, de a szellemi munka máig része életének. A város idei díszpolgárával, dr. Balogh Pállal a díj átvétele után az ünnepi testületülésen beszélgettünk. Egy fantasztikusan izgalmas életút, egy csomó minden, amit felsoroltunk azzal kapcsolatban, amit lelkesedéssel, teljes átéléssel csinált az életében. Nagyon nehéz, de ha most egy kicsit visszagondol, mi az, amit a legjobban szeretett? Nehéz megmondani. Talán a városi közlekedés volt az a téma, ami a legjobban közel állt hozzám, és ahol a leginkább lehetett valami újat csinálni abban az időszakban, amikor én ezzel foglalkoztam. Ugye akkor indult a metróépítés nagy erővel, folytatódott pontosabban, és hát már akkor fölmerültek környezetvédelmi kérdések is, és így előtérbe került a trolibusz, a villamos közlekedés, bár óriási ellenerők voltak, mert az autós lobby akkor nyert igazából teret, és foglalt el az útfelületeknek egy jelentős részét, amit aztán nekem, az én időszakomban, az én munkásságommal még nem sikerült visszafoglalni, de azért az utóbbi 10 évben már igen, sok mindent visszakapott a tulajdonképpen az emberléptékű közlekedés. Akkor elégedett a folyamatokkal, ugye a biciklisek, a villamos? Igen, ez, hogy tulajdonképpen lehet gyalogolni is rövidebb távokon, mert érdemes, mert van hely, és nincs állandóan olyan veszély, hogy elüt valami. És a kerékpáros közlekedésnek is nagyon örülök, bár ennek vannak nyilván olyan ösztönzői is, hogy
azért a közösségi közlekedés egy kicsit drága egy néhány embernek, és főleg a fiataloknak, és ezért szívesen használják a kerékpárt. De ezeknek a tendenciáknak örülök, annak is, hogy a villamos közlekedés is tulajdonképpen újra visszanyerte az eredeti jogait, bár azon lehet vitatkozni, hogy mindenhol újjá kell építeni a villamos közlekedést, ott, ahol a felszín alatt metró is van, mert ugye ezeket fenn is kell tartani. És a villamos közlekedés azért elég drága, a metró után a második legdrágább közlekedési eszköz, és ha nincs kihasználva, hanem egymás elől veszik el az utasokat, akkor ugye ennek a fenntartása valószínűleg komoly költségekkel járna. Tehát jobban el kell gondolni egy tehát kicsit, azért mindig meg kell találni az optimumot, és nem szabad divatszerűen sem a közúti közlekedésnek, mint annó teret engedni, és megszüntetni csak ezért különböző kötött pályás közlekedéseket, de nem szabad fetisizálni a kötött pályás közlekedést sem, úgyhogy a felszínen is, meg a mélybe is ugye szinte párhuzamosan menjenek. Kispest közlekedésével mennyire elégedett? Milyennek itt a kerékpáros lehetőségek, mennyire élhető a város? Ugye több fejlesztésben is részt vett, több mindent átgondolt a városfejlesztési koncepcióval kapcsolatban itt is. Mi az, ami itt jó, és mi az, ami itt még lehetne változtatni? Hát most van egy VECOP pályázat, amin az önkormányzat mindenképpen indulni fog. Ez egy fővárosi pályázat, de nekünk a főváros felé kell pályázni, bemutatni azt, hogy milyen lehetőségeink vannak. Itt azért én elsősorban azt látom, hogy itt a külső kerületek közötti kapcsolatokat kell a kerékpáros közlekedésnek megteremteni, mint feltételt. Mert ez az, ami hiányzik. Hát azért itt a kertvárosi részeken, a Vekerlei részen, ott azért az adottságok jók. Bár ugye az adottságoknál azt is figyelembe kell venni, hogy az útburkolatokkal sok probléma van, és ugye egy autó is, hogy mondjam, rázkódik meg a kátyúkon, amikor keresztül megy, az nem egy kellemes dolog, de kerékpáros közlekedésnél viszont azért elengedhetetlen a jó útfelület. Itt azért még vannak gondjaink, tehát ezt a feltételt is meg kell teremteni, de most pályázni fogunk, és remélem, hogy például Pesterzsébettel, Kőbányával sikerül a felüljárókon keresztül megteremteni a kerékpáros közlekedési kapcsolatot is. Jó a szakmai együttműködés? Jó. A fővárossal, hát nem csak a régi ismeretségek kapcsán, hanem mivel az érdekek azonosak, így tulajdonképpen azt mondhatom, hogy azonos hullámoszon vagyunk. Ugye hatalmas szakmai múltja van, rengeteg szakmai munkával, mégis lokálpatriótaként közösségeket fog össze, civil szervezetekben tevékenykedik. Mi az, ami erre vezette? Miért gondolta, hogy a rengeteg hivatali munka mellett kell még plusz csinálnia hát valamit? Az igazság, én ugye Kispesten születtem még annó, és hát innen ugye jártam be dolgozni, és az életem nagyobb részét is az a szerencsés, úgy alakult, olyan szerencsésen alakult az életem, hogy itt tölthettem az életem nagyobb részét is, mint harmadik generációs Vekerlei már. Tehát innen én bejártam dolgozni. Tehát kevés volt a kapcsolatom igazából, a legszűkebb lakókörnyezetemet leszámítva, és 1992-ben megszólítottak engem, hogy nem akarok az önkormányzatba tenni valamit. És akkor épp a Gajda Péter volt a lakásügyi bizottság elnök, és bekerültem a lakásbizottságba, mint ilyen külsős ember, és ott hát úgy dolgozhattam, hogy utána felkértek, hogy vállalja a képviselőjelöltséget, és 16 évig voltam képviselő. Ez a helyi politika, ez egy nagyon érdekes dolog. Itt én mindig a szakmaiságot igyekeztem erősíteni, mert úgy gondolom, hogy itt ez a párttípusú politizálás, nek igazából nincs sok tere. Nincs értelme, inkább azt mondanám. Itt nem azt mondom, hogy a szakmai szervezeteket kell pótolni, mert ha valamit igazából meg kell tervezni, akkor egy tervezőintézethez fordulunk, mert azért nincs akkor a szakmai kapacitás a testületen belül se, sőt még a hivatalon belül se, de az, hogy a képviselő értsen valamihez, egészségügyhöz, közlekedéshöz, oktatáshoz vagy valamihez, ez elengedhetetlen, mert csak úgy tud igazából szakszerű döntéseket hozni, és én nekem mindig a veszőparipám, mint mérnök embernek, aki ugye hozzászokott ahhoz, hogy mindig mérni, számolni kell, elkeményedni a részletekbe, és tudomásul kell venni azt, hogy a 2x2 az mindig 4. Tehát én mindig, voltak is ebből vitáim, hogy ne szakadjunk el a realitásoktól,
mert ugye egyes képviselők időnként szeretnek szárnyalni, víziókat képzelnek, ami nem volna baj, csak ugye ahhoz hozzá kell tenni a tulajdonképpen a szakmai feltételeket is. És ez néha hiányzik. És akkor ne álmodozzon az ember, hogyha látja nyilvánvalóan, hogy nincsenek meg a végrehajtásnak a feltételei. Tehát én ebbe próbáltam mindig valami pluszt vagy többletet adni a képviselőtestületi munkába. Hát, hogy mennyi... a civil szervezetben? A Vekerlei Társas Körbe is tulajdonképpen, mint ős Vekerlei kerültem be, és ott elnökségi tag voltam hosszú ideig. Én most meg felügyelőbizottsági tag voltam, mert az az igazság, hogy azért az elnökségi tagság az rengeteg munkával jár egy civil szervezetnél, és azt már most ebben a korban nem tudtam vállalni. És már szeretnék végre a családdal is többet foglalkozni, az unokákkal főleg. Ugye, ez a kedvenc területem lassan. Nagypapaként, apaként, családban, barátokkal szereti ezt a Kispestet? Igen, kialakult egy baráti kör is a képviselőtestület régebbi tagjai közül. Ma úgy neveznek bennünket, négyünket, hogy a négy testőr, vagy a négy grál, négy muskétás, bocsánat, ugye, az ismert francia regény alapján. Ugye ez egy ilyen humoros elnevezés, de a Vekerlei Társas Körben is, a lakóhelyen is rengeteg régi jó barát ismerős van, és ővelük is egyre több időt szeretnék eltölteni, ilyen laza, kötetlene formába. Úgyhogy ez igazán az, amit szeretek most már csinálni. De azért, hogyha van valami komoly feladat és szólnak, akkor is mindig rendelkezésre állok a továbbiakba is. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Tavaszi évzáró minősítő hangversenyére várta az érdeklődőket a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola fúvós zenekara a Városháza dísztermébe. A fúvós együttes mindkét kategóriában megkapta a legmagasabb fokozatú aranyminősítést. Ez nagy elismerés a zenekar számára. Ősszel egyébként az együttes Lengyelországba megy, az ottani fellépésre egy új, komoly repertoárral kell készülniük. Ez a nap nagyon különleges volt a zenekar életében, mivel nem csak a szokásos tavaszi évzáró koncertjüket rendezték meg, ez egyben minősítő hangverseny is volt. Ezen a napon okleveleket is átvehettek a zenekar tagjai. A 15 éves Virág is a díjazottak között volt. Milyen oklevelet kaptál? Én lettem az évzenésze, és hát nagyon-nagyon meglepődtem, nem számítottam rá persze. Titokban azért pár embert megkértem, hogy szavazzon rám, de egyáltalán nem gondoltam volna, hogy megnyerem. Hogyan működik ez a szavazás? Az utolsó zenekari próbán a szünetben mindenki fölírt Cetire egy nevet, akit választ, hogy az év zenésze és az év felfedezetje, és ezt aznap még a karnagy úr megnézi, és hát összesíti. Milyen hangszene játszol és mióta? Én 5 éve fuvolázom. Hogyan választottad ezt a hangszert? Nagyon-nagyon kiskorom óta már szerettem volna zenélni, és másodikban eldöntöttem, hogy fuvolázni fogok, de mivel általánosban nem zenei tagozatra jártam, ezért csak ötödikben felvételiztem, ezért hát egy kicsit később kezdtem, mint a többiek. Mióta játszol a zenekarban? Én most vagyok a második éve itt, és nagyon-nagyon szeretem. Mi az, ami jó benne? Mit ad? Én mindent szeretek benne, hogy rengeteg új darab van, nagyon szépek, a közösséget is imádom, egyszerűen nagyon hihetetlen, minden nagyon-nagyon szeretem. Mennyit készültetek mára? Több mint 2,5 hónapot szerintem, ha jól számolom, nagyon sokat. És izgultál a fellépés előtt? Nagyon keveset, de már megszoktam, hogy így fellépünk, és már egyre kevésbé izgulok, pedig nagyon-nagyon lámpalázos voltam az elején. Thank you.
fellépés nem csak a szülőknek, rokonoknak, barátoknak szólt, hanem a háromtagú zsűrinek is, akik a hallottak alapján döntöttek a zenekar minősítéséről. A minősítési rendszere a Magyar Fúvózene és Mazsolett Szövetségnek 5 évenként történik. A zenekarok kérhetik ezt a minősítést, és 4 fokozatban állapítjuk meg a zenekarok munkáját, A, B, C és D nehézségi fokban. A D a legmagasabb kategóriánk, az már egy ilyen prémium kategória. Itt most egy B középfok kategóriát hallhatunk a kispesti zenekartól, és tulajdonképpen mi ilyenkor az előre egyeztetett műsorral, kategóriának megfelelő műsorral hallgatjuk meg az együttes munkáját, és tulajdonképpen olyan zenei kritériumok szerint vizsgáljuk, pontozzuk a munkájukat, amelyek tulajdonképpen meghatározóak. A karmester munkája a zenekarral, a zenekari összjáték, a zenekari balansz, és egyéb olyan finomságok, olyan akár szólisztikus elemek is, vagy zeneesztétikai elemek, amelyek azért egy összpontszám tekintetében meghatározhatják a végeredményt. A zenekar B kategóriában, tehát középfokban kérte a minősítését, koncert, tehát eredeti koncertfúvós darabok felmutatásával, és a szórakoztató zene, úgy szoktuk mondani, show kategóriában kérték a minősítést. Itt lényegében a kettő kategóriának megvannak azok a darab kritériumai, aminek meg kell felelni, és hát nyilván az előadásmódnak. Mindenki izgatottan várta, hogy a zsűri milyen minősítést ad a zenekarnak. A Magyar Fúvózenei és Mazsolett Szövetség 13. országos minősítése 2016. február 1. és 2021. január 31. időszakában. A kispesti jogi fúvószenekara részére Pajor Hendi vezetésével koncertfúvós B fokozat kategóriában 86 pontszámmal aranyműsítés. A fúvós együttes mindkét kategóriában megkapta a legmagasabb fokozatú aranyminősítést. Ez nagy elismerés a zenekar számára. Az együttes a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül működik 2001 óta. 8 lelkes részfúvós hangszeren játszó 9-10 éves diákkal alakult Pajor Hendi karnagy kezdeményezésével. A következő évben fafúvósokkal is gyarapodtak, amely új lehetőségeket és kihívásokat jelentett számukra. A mostani koncerten már 44-en ültek a zenekar soraiban. A legfiatalabb tagjuk 9, a legidősebb már 20 éves. Minden zenekari tag számára nagyon fontos volt ez a fellépés. A hangversenyre annyit mondanék, hogy minden évben tartunk a zeneiskola évet lezáró tanévégi hangverseny, és akkor mindig el szoktunk menni tavaly előtt valahova versenyre, minősítésre, és idén úgy döntöttünk, hogy akkor mi jövök ide inkább a minősítő bizottságon, és a legjobb alkalom lenne a tanévzáró ünnepséget. Itt úgy szerveztük, hogy ez az alkalom mind a kettő két lehet egy csapásra. Az évzáró hangverseny és a minősítés is meglegyen. Hogyan választották ki a darabokat, amiket játszottak? Igazából a darabokat most én választottam ki. Volt egy farsangi koncertünk, ott a gyerekekre bíztam a darabválasztást. Itt igyekeztem úgy választani, hogy legyen mindenféle a repertoárban. Ugye egyrészt koncertfúvós kategóriában indultunk, másrészt pedig könyvzenék kategóriában, és a koncertfúvósban legyen induló, ami azért a fúvószenekaroknak az alap művei, az indulók, mint a régi katonazenekarok. Legyenek benne magyar számok, magyar népzene is benne, azért legyen egy kicsikét modernebb is egy holland zeneszerzőnek a műve. Második felében a könyvzenében, ott viszont hát filmzenék, musicalek legyenek, még egy jó kis szamba a végére. Megkapták az arany minősítést. Mennyire számítottak erre? Hát csak bizakodni tudtunk. Igazából úgy vagyok vele, hogy mi dolgoztunk, felkészültünk rendesen, a többi már a zsűri múlott, de úgy látom, hogy ők is úgy értékelték, hogy megfelelően felkészülünk erre a koncertre. Az együttes életében most egy szusszanásnyi szünet következik a nyáron, hogy utána újult erővel tudjanak nekiállni a munkának. Ősszel az együttes Lengyelországba megy, az ottani fellépésre egy új komoly repertoárral kell készülniük.
Nem az egyetlen, de kétségtelenül az egyik legjobb dolog, ami egy kispesti gyermekkel történhet, ha Mágnes Színház tagja lesz. Vers, próza, ének, tánc, minden, ami színjátszás. A társulat jelenleg 40 fővel működik, repertoárjukon egyéni és csoportos produkciók szerepelnek. Hivatalosan heti két próbanap van, de ha kell, akár minden nap összejönnek próbálni. Ez szükséges ahhoz a színvonalhoz, melyet a Mágnes Színház évek óta stabilan nyújt nézőinek. Ki akar színész lenni felnőtt korában? Te színész akarsz lenni? Van-e kedvenced, van-e példaképed? Hát, nekem az Ági néni a példaképpen. Mi az, ami tetszik neked benne? Milyen jellemzőkkel tudnád őt jellemezni? Hát, nagyon kedves, meg hát jól tanít. Szigorú? Nem. Jó a humora? Hát eléggé. Mindenkire tud figyelni? Igen. Ági, te milyen vagy a színháznak tulajdonképpen? Hát elméletileg hivatalosan a művészeti vezetője, de ugye a rendes színházában van gazdasági vezető, meg van rendező, de én minden én vagyok. Díszlettervező, jelmeztervező, dramaturg, színdarabíró, rendező, minden. A színdarabokat is te írod? Hát általában én, mert nagyon kevés gyerek színdarab van, ami a musical kategóriában van, ugye mi musical csoport vagyunk, ami gyerekekre van írodva, a másik pedig ugye, hogy profi színházak válogathatnak a szereplők közül. Én abból főzök, amin van. Tehát arra kell szabni a kaját, aki gyerekeim vannak, és akkor mindig úgy írom a darabot, hogy mindenki ki tudjon benne teljesedni. Több darab szerepel a repertoáron, évente két új produkciót mutatnak be. Legutóbb a Valahol Európában című gyermekmüzikelt, melyel el is nyerték az idei Scherzo Amatőr Musical Színpadok Országos Fesztiváljának aranyminősítését. Azt hiszem a legnagyobb dolog az, hogy ezek a 7-8-9-10-12 éves gyerekeknek megtanítani azt az érzést, hogy azok a gyerekek annak idején mi az, hogy éhezni meg fázni, hát én se tudom. És mégis a zene meg az egész történet segített abban, hogy teljesen átérték ezt a dolgot. A zsűri is ezt emeltek, hogy hihetetlen, hogy ennyi ilyen kisgyerekek, és mégis nem, hát ugye színészileg nem tudnak hazudni, tehát ők még nem tudnak a színpadon hazudni, és olyan, hogy őszintén játszottak. Én azért szeretek ide járni, mert mindenki kedves hozzám, és mindig mindenki aranyos. Nagyon fontos. És te például színész akarsz lenni? Igen. Neked van példaképed? Nagy Serolta, a tánctanárunk. Ki az, aki főszerepet játszott már közületek? Te játszottál főszerepet? Ki voltál? Egy karácsonyos műsorban én voltam a főszereplő kislány. Mi volt a neved a műsorban? A saját nevem Lorka. A saját neved. És milyen volt a karaktered? Nyilván olyan, amilyen te magad vagy, ugye? Igen. Sikered volt? Igen. Én is valamikor gyerekkoromban színésznő szerettem volna lenni. Elvégeztem a gyerekszínjátszó rendezői iskolát is, és igazán mindig érdekelt ez a dolog. Tulajdonképpen hogyan lehet miből varázslatot csinálni. És én a gyerekekben találtam meg azt, akikben van varázslat, és hihetetlen dolgokra képesek. Nekem egy alkotó folyamat a írásokban is, és az, hogy a gyerekekből mit tudok kihozni. Aztán még valami van, hogy ma már nagyon kevés a választható közösség. És itt egy olyan közösséget sikerült varázsolni, ahol a kicsik, a nagyok, a szülők együtt vannak, együtt játszanak, együtt talán gicsesen hangzik, dobban a szívünk. Mit szeretsz a legjobban a Mágnes Színházban?
Hát, hogy jó a társaság. Nagyon szeretem a barátaimat. És hát... Rögtön megismerkedés után barátságok szövődtek, és 5 év óta a barátaid, akik most? Igen. Ki például a barátod, aki már 5 éve itt van veled? Szilvi. Szilvi, merre vagy? Szia, Szilvi, te mit szeretsz a legjobban a Mágnes Színházban? A társaságot, a barátokat, meg így ezt a sok próbátáncolást. Milyen szerepek szoktak rád jutni? Leginkább a táncolás. Nagyon szeretjük egymást, és arra tanítom őket, hogy ha elnézed, hogy az én mondjuk hülyeségemet, akkor én is elnézem a tiédét. Tehát tiszteljük a másikba azt, ami közös, és csomó olyan gyerek van például, akit az osztálytársai, hogy is mondjam, csak nem nagyon kultiválnak. Itt meg kiteljesedik, és itt meg imádnivaló. A cél, mellyel a Mágnes Színház létrejött, a tehetségkutatás, tehetséggondozás, értékteremtés, valamint a színház művészeti kultúra ápolása volt. Ez alkalomról alkalomra meg is valósul. De a közösség, amely a színház köré fonodott, ennél sokkal többet is nyújt. A gyermekek emberséget, elfogadást tanulnak és tanítanak egymástól egymásnak. Tervek, célok, mi lesz a jövő év, vagy az idei évnek a bemutatója? Most nem sokára, 2 év múlva lesz az évzárunk, akkor bemutatjunk egy új darabot, a Musical Panoptikumot, azon kívül a kicsikkel pedig egy ilyen Hogyan használjuk ki színészi képességeinket a mindennapi gyakorlatban címmel egy ilyen kis összeállítás lesz. Azon kívül készülünk a következő szkerzóra, az még 2017 áprilisában lesz, ez az állati történet. Ebből már volt egy előadásunk, de ezt még ősszel tovább csinosítjuk, meg még pontosítjuk. Itt a kelléktárban 28 év összegyűlt kellékei, öltözékei, jelmezei vannak. Feltűnt ez a majom. Mi ennek a szerepe? Ez egy ilyen kabala majom egyrészt, másrészt pedig valamikor a dzsungelkönyvébe szerepelt a majmocák táncába. Aztán azóta az a szerepet vette át, hogyha új gyerekek jönnek, és kicsik, és kicsit még úgy félnek, akkor tulajdonképpen Lajosnak hívják egyébként. Lajosnak kell bemutatkozni, és akkor Lajos megsimogatja őket, meg Lajos is bemutatkozik, és akkor így sokkal könnyebb, főleg az óvodás korosztálynál. Te milyen főszerepet játszottál? Szimba. Te voltál a Szimba? Igen. És mit szerettél Szimbában a legjobban? Az éneket, azt imádom, az énekét. Az énekét? Tudsz esetleg most belőle valamit idézni? Persze. Ha nagyon nagy király leszek, csak legyen már szerint. Na de nem vagy sem nagy, sem király, míg hajad nem sörény. Csak potin, mint ki más beszél, ez ám a szípozón. Megint hiába int a szó, a hangom messze hord. De jó a szívban minden pálaszi. Új hírekkel, új történetekkel jelentkezünk egy hét múlva, ugyanitt, ugyanekkor. Ha programot vagy egy-egy kerületi eseményt szeretnének a figyelmünkbe ajánlani, hívjanak minket vagy írjanak. És ha lemaradtak volna valamelyik riportunkról, akkor az interneten megnézhetik. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!